Először is egy gyors kérdés, szabadna tegeződnöm egy kicsit, hogy egyszerűbb lenne. Jó, oké. Hallgatás beleegyezésnek tekintem, úgyhogy köszönöm. Az előadásomról egy első körben annyit, hogy én általában olyan előadásokat szoktam tartani, hogy interaktíva. Tehát tényleg, hogyha van kérdésetek, kommentetek az adott diával kapcsolatban, vagy témakörre, vagy bármiről, nyugodtan kapásba mondjátok, mert tényleg is saját tapasztalat, hogy az előadás végére az ember is elfelejt a kérdéseket. Úgyhogy tényleg nyugodtan mondjátok a saját tapasztalat, vagy bármi hasonló. Ugye a mai meetupnak a témája ugye a tesztelés. A konkrét irány ugye az, hogy merre tart a tesztelés. Mielőtt ugye belevágnánk a témába, szeretnék azért így néhány szót így ejteni arról, hogy én mégis ki a fene lehetek, hogy egyáltalán dumálok erről a témáról. Én Brauné Bokor Harriet vagyok, hát furcsa módon így, hogyha rám néztek, én nem hiszem, hogy gondolnátok, de több mint 10 éve csinálom én ezt, hogy én teszteléssel foglalkozom. Úgyhogy én elég korán belecsöppentem ebbe a világba, és mit nem mondjak, nem cserélném el semmit pénzé semmire se, én annyira szeretem. Én ténylegesen végigmentem a ramblétrán, amit így el lehet képzelni, amit teszteléshez hozzátartozik. Én voltam a manuális tesztelő, aki egy teszt ütte 50-szer végig nyomott végig, hogy tényleg azt, hogy milyen eredmény jön ki, mert hogy éppen akkor az kellett, de írtam automation scripteket, úgyhogy tényleg így merek dumálni az ilyen dolgokról. Most jelenleg a Richter Gedeonnál vagyok IT üzemeltetési IT Test Manager. Aki nagyjából tudja, hogy mégis mivel foglalkozik egy Test Manager, akkor tudja azt, hogy ez nagyon ritka, mert IT üzemeltetésen nem nagyon szokott egy Test Manager lenni. Mindazonáltal pont amiatt, hogy ugye itt hálózatokat is tesztelünk, interfészeket is tesztelünk, szervereket, fizikai tesztek is vannak tényleg mondjuk egy szerverbe üzemelése kapcsolatban. Úgyhogy nagyon-nagyon rendhagyó, ezért hát Magyarországon nagyon kevesen vagyunk, ugye, aki IT üzemeltetésen van. Illetve mivel, hogy ugye Richter, ezért én megismertem a nagyon-nagyon fura szabályrendszert, ami a GXP meg a banknak a szabályrendszere, az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon minden brutál durvára van szabályozva. Az azt jelenti, hogy 20 példányban kell megcsinálni minden scriptet ki kell nyomtatni, alá kell érni hát a példányban. Nagyon durva, ez csak a gyógyszergyártásban van, úgyhogy ha valaki a gyógyszergyártásban szeretne elhelyezkedni, mint tesztelő, akkor szóljatok és akkor elmondom, hogy milyen brutál durva dolgok vannak, amiket itt sajnos meg kell tanulni. Mert hogy a GXP, illetve a GAMP-nál ott nem úgy van, hogy a teszteléssel kapcsolatos izókat követik, hanem az egyre magasabb szintűt, ami ugye a gyógyszergyártás ugye megköveteli. Viszont ugye nem, most, hogy itt vagyok, korábban voltam ugye a Wizardnél, azt szerintem senkinek nem kell bemutatni, ott az Enterprise Application résznél voltam, tehát minden ugye, ami gazdasági szoftver, minden, ami ilyen egyedi fejlesztésű, minden, amit mondjuk a pilóták használnak, vagy a cabin attendantek használnak, nem feltétlenül ugye az a rendszer volt nálunk, amit ti láttok userek ugye a weboldalon, hanem mi a mögötte lévő payment részt csináltuk. Jó, ennyi elég is szerintem rólam, túlságosan sokat dumáltam magamról. Jó, kezdjük is. Kicsit fel akarom vezetni nektek mégis az, hogy mi az, hogy tesztelés, de szerintem azért nyilván már foglalkoztatok ezzel a témakörre. Ez a hivatalos nagy megfogalmazása, hogy honnan is indult a tesztelés. Én ezt kicsit én egyszerűbben szoktam én ezt fogalmazni, hogy a tesztelés az mindenkinek mindig benne van az életében. Szerintem sokszor bele se gondoltok, hogy ti mindig mindent leteszteltek. Most a legegyszerűbb példa az, hogy mondjuk, hogyha meg akartok venni most a nőknél mondjuk egy cipőt, férfiak mondjuk egy notebookot, vagy bármi, meg akartok venni, elkezdtek úgy nézni. Nézitek, hogy mi a jó, milyen előnyei vannak, milyen hátrányai vannak, milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Kipróbáljátok, bementek az üzletbe, fölpróbáljátok, minden hasonló, tehát teszteltek. A tesztelés az mindig benne van az életünkben, minden napunkban ott van. Csak ugye én ezért szoktam ugye azt mondani, hogy a tesztelés az általában nem tudatosan tesztelünk, de mégis tesztelünk. És hogyha ti mondjuk a kollégáitokra is majd így akarjátok mondani, hogy figyelj, te tényleg tesztelt, írjad meg le, hogy mit csináltál, az tök jó, mert hogy ilyen effektívabb, hogy nem úgy érzi, hogy ez hátrány lenne, vagy egy plusz feladat, vagy olyan Istenem, mi a francnak dokumentáljak már megint egyet, hanem tényleg ő azt írja le, amivel alapból is foglalkozott. Csak más szemszögből kell ugye az egészet nézni. Tehát ténylegesen most ugye a nagykönyv szerint 1979-re ugye visszanyúlik ez a nagy hivatalos tesztelés, mint szoftvertesztelés, de maga a tesztelés viszont ugye nagyon-nagyon régre nyúlik vissza. Úgyhogy maga a történelemről ennyi.
A manuális tesztelés, nem tudom, kinek kell bemutatnom, ki nem ismeri a manuális tesztelést. Oké. Mindenki mások ugye foglalkozott az a manuális tesztelés. A manuális tesztelés szerintem az a legegyszerűbb, az az, hogy kézre nyomkodod. Én azért tartom legegyszerűbbnek, mert én hogyan mondjam, hogy régóta csinálom, én azt hiszem, amit látok. Tehát nekem kell az, hogy tényleg egyszer érezzem legalább a kezembe, én mindig végig nyomok egy scriptet, nem csak azért, mert az automation-t ugye így tanítom meg, hogy egyszerre kell ugye nyomni kézzel is, illetve ugye a robotot, hanem én akkor tudom jobban átérezni a processzt, hogy akkor az ténylegesen hogyan működik, hiszen ugye, hogyha kezedben benne van az az adott end-to-end folyamat, akkor tudod te valójában leellenőriztetni, mint a userrel, mint a saját kollégáddal, a saját magaddal is, amikor ugye mondjuk egy bug fixet újra kell tesztelni. Na de lényegében ugye most a manuális tesztelés az micsoda? Ugye az, hogy kézzel tesztelünk különböző scripteket. A manuális tesztelésnél ugye nem szoktunk elkülöníteni olyat, hogy mondjuk integration tesztet nem végzünk, end-to-end tesztet nem végzünk, ilyesmi, hanem a manuális tesztelésnél mindent végezhető. Annyi, hogy ugye, hogy itt bele kell gondolnunk, hogy ez egy kicsit macerásabb, hiszen ugye jóval hosszabb ideig tart, végig kell ugye nyomkodni, mondjuk, hogyha van neked egy ilyen nagyon hosszú processzel, az mondjuk lehet, hogy fél óra lesz egyetlen scriptet végig tolni. Mondjuk, hogyha így belegondoltok itt a Wizardnek a példájába, az, hogyha létre akartok hozni egy bookingot, azért az nem feltétlenül mondjuk egy perc. Az mondjuk azért beletelik mondjuk egy 5 perc, hanem mondjuk te is ott végig gondolod, hát mivel ott elkezdett kufferedni, mondjuk pont internet megszakadás volt, és akkor újra betölti az oldalt, ugye azt is bele kell számolni, meg hasonló. Ugye ezek viszont nagyon fontosak a performance, illetve a load tesztekhez, ami ugyanúgy a manuális teszteléshez beletartozik, hiszen ugye amikor te riportot készítesz mind a fejlesztőnek, mind a test managernek, akkor ugye tudnod kell mondani azt, hogy milyen eredményeid voltak. Ugye át is megyek így ezzel kapcsolatban a másik diára. A manuális tesztelésnek a hátránya ugye ebből kifolyólag pont az, hogy ugye minden folyamatosan kézzel sajnos dokumentálni kell. Most itt a kézzel ugye itt azt is jelenti, hogyha Excelbe írod, de akkor is neked kell írnod. És ugye ez nagyon sok időt emész fel, nagyon macerás is tud lenni, és illetve ugye ezeket szokták nagyon-nagyon utálni a tesztelők, hiszen én is annól, amikor még kezdtem, a manuális tesztkriptjeink ugye nekünk Excelben voltak megcsinálva. Csináltunk egy sima kis fejlécet, ráírtuk, hogy milyen tesztkriptről van szó, megadtuk neked title-t, adtunk neki ilyen tegeket, hogy éppen akkor milyen paramétereket kellene neki használni, illetve hogy elneveztük, hogy ebben milyen folyamat lenne, illetve hogy egy típus rendeltünk hozzá, hogy most ténylegesen milyen típusú tesztet hajtunk végre. Nagyon macerás, ki kell nyomtatni, mert ha nem nyomtatod ki, ugye akkor az auditor nem fogadják el a normális teszteket, sajnos, hogyha csak gépben vannak benne, mivel hogy ugye a gépnél ugye mindig azt mondják, hogy ha le van a kéz a végig, mi arra biztosíték, hogy nem akarhoztad le. Ugye az auditor ugye olyanba bele szokott kötni, ami ugye teljesen jogos részükről. Zárójelesen, nekem például volt olyan, én auditor is vagyok, kaptam egy olyan manuális tesztkintet, és hát próbálkoztok egy olyan, hogy Excel volt, 20 pár soros volt a maga a tesztkript, 40 sorig le volt húzva gyokért. Úgyhogy nem tudom, hogy most így kitesztelni, mint tesztel, de kicsit vicces, hogy több mint 10 pár darabbal itt több oké volt, mint amíg itt ugye elméletek tesztelni kellett volna. Hát ott sajnos, hogy ott büntetés is lett a vége, de mindegy, de hogy az ilyenre úgy érdemes figyelni. Ezzel kapcsolatban nem tudom, nektek ilyen tapasztalatotok, manuális tesztkriptekkel kapcsolatban mennyire macerás megírni, mire kell nagyon figyelni, mit vesztetek észre? Mert hogy én tudom mondani, hogy mi a macera benne, de kíváncsi vagyok, hogy mit tapasztaltatok. Nincsen jó vagy rossz dolog, úgyhogy mondjátok nyugodtan. Jó, akkor kezdem. Az első rossz dolog, minden paramétert kézzel fel kell írni, tehát hogyha mondjuk a Wizardnek a gépe repül 40 helyre, akkor 40-szer fel kell írni, hogy 40 bázis fel kell venni a paraméterre, és ugyanazt a tesztkriptet 40-szer le kell futtatnom, hogy megkapjam azt az eredményt, és ez csak egy ág. És akkor még nem néztem azt, hogy 40 helyre utazunk, különböző paymentekkel fizetünk, tehát mondjuk én lehet, hogy utazok, nem tudom, Bangladesbe, most éppen az utat eszembe, és most pont eurós bankkártyám van, holnap eszembe jött, hogy Bangladesbe utazok, de mondjuk akkor nem tudom, angol bankkártyával akarok fizetni, és ugye hát ezeket az ágakat mindig így kell próbálni, és ugyanígy kell megírni ugye a scripteket is, és hogyha nem írod meg így a scriptet, akkor az nem lesz letesztelve, ha nincsen letesztelve, miben bizonyítjuk azt a felettesünknek, hogy hát már pedig én ezt leteszteltem, nem így vagyok a hülye, hogy ez rossz. Úgyhogy ez ugye szerintem nagyon macerás, hogy ezeket így kézzel mindent fel kell így paraméterezni.
Nem tudom, nálatok még így miket tapasztaltatok? Mindenkire merek nézni, mert mindenki azt mondta, manuális tesztkütekkel találkozott, úgyhogy tényleg így mondjatok bármit, hogy tök rossz volt, hogy ki kellett nyomtatni, aláírni három példányból, vagy például nekem az egyik volt munkahelyem, az olyan cuki volt, hogy két példányozni kellett. Ott még tesztelőként dolgoztam, senior manuális tesztelőként, és akkor az azt jelenti, hogy minden hét példányból alá kellett írnom. Oké, hogy a vezetőmnek is, de az már annyira nem érdekel, de hogy nekem is hét példányból alá kellett írnom mindent, ami például így tök rossz volt. Na, nincsen jó vagy rossz, tényleg mondjatok bármit. Igen? Nekem például az a bajom, hogyha ismétlődtek benne lépések vagy lépéseknek egy része, akkor vagy az volt, hogy copy-paste-re volt, hogy így az egész, és akkor újra, és akkor változatok a 18 helyen kellett átírni, vagy hogyha nem volt copy-paste-re, akkor hibátkozások voltak, akkor meg össze-vissza változtatok el. Igen. Pont ezt akartam mondani, mind a kettőnek ugye megvan az előnye és a hátránya. Mert például én is láttam, hogy olyan tesztkütet, ugye amikor úgy csinálták meg, hogy mindent leírtak, minden egyes lépést ugye egyesével, hogy mondjuk ez az oldal betöltődik, ennek kell lennie, minden hasonló, ezt a gombot nyomom meg, jobb oldalon van ez a gomb, aztán utána jön az új fejlesztés igénye, hogy a üzlet kitalálta, hogy ne jobb oldalon legyen a gomb, hanem bal oldalt, akkor tök jó, módosíthatom a scriptet. És tényleg, hogyha így van ugye levezetve, az azt jelenti, mondjuk, hogy ha jó szerencsék van, akkor egy helyen kell javítanom, ha nincs szerencsék, akkor az összes scriptbe mindent javítanotok kell. Hiszen ha nincsen update-elve, akkor onnantól kezdve ugye borul az egész. Viszont a másik, amikor még be van hivatkozva, akkor meg a hivatkozás miatt kell ugye mindent javítani, mivel hogyha ugye sérstöppesen van megcsinálva egy manuális tesztkütnek ugye az ilyen része, azt is ugye a sérstöpp miatt muszáj ugye módosítani. Hiszen hogyha nem módosítod, akkor lehet, hogy rossz lesz a hivatkozás, mondjuk ez nem feltétlenül a sima ilyen end-to-end-es tesztkütekre vonatkozik, hanem ez inkább már a unit tesztekre vonatkozik, de ugyanúgy a manuális teszten belül, csak a unitokra. Mert ha tényleg, hogyha ott változik a kód, vagy bármi ilyesmi, akkor onnantól ez az egész megint borulhat. Nem tudom, más valakinek ilyen tapasztalat, ami nagyon-nagyon macerás a manuális tesztelésnél? Jó, már másként, igen? Mert megtalálni a megfelelő mélységet, hogy most mennyire rákattintok arra a dolgokra, vagy egy kicsit ilyen összefogottabban, mondjam rá azt a funkciót, hogy milyen részt. Na, erre tudok egy nagyon jó tanácsot adni, ez attól függ, hogy milyen a biznisz. Mert hogyha olyan a biznisz, hogy ő neki ez a full szájbarágosan kell elmondani, hogy figyelj, neked ide kell kattintani, és így megy végig a processzed, akkor írjad meg te is úgy a scriptet, mert akkor kevesebbet kell, hogy mondjam, kevesebb support-tiket érkezik be tőlük, hogy valami hiba van. És akkor én például úgy szoktam megcsinálni, hogy amikor ilyen a biznisz, akkor én átadom nekik a tesztkütet, hogy ez így van, ez a process, és hogyha bármi gondolom, figyelj, nézed meg a scriptet, hogy egyáltalán mi volt az elvárás tőletek, hogy hogyan kellene ennek működni, és hogyha mégsem úgy van, akkor ugye mennek a projektmenedzserhez, újfejlesztés, stb. Minden, de hogyha meg úgy működik, akkor meg nem vesznek fel tiketet, akkor szápoltak nem veszek fel a fejet, nekünk nem kell újra teszteni, hasonló. Úgyhogy itt ugye tényleg a biznisz dönti, de hogyha normális a biznisz, akkor nem kell tényleg leírni azt, hogy a jobb oldalon lévő, nem tudom, X-re kattintsál, akkor záródik be az ablak, hanem akkor elegendő azt ráírni, az, hogy az elvárt folyamat az, hogy bezáródik a munkafolyamatunk. Úgyhogy ez tényleg ugye itt úgy lehet ugye megtalálni az arany középutat, hogy megnézed, hogy milyen a biznisz. Ti hogy vagytok? Ti dolgoznátok még olyan helyen, ahol manuális tesztelés van? Csinálnátok? Elég, ha nem akarjátok mondani, elég, hogyha bólogattok, vagy nem, vagy tekeritek a fejeteken, hogyha itt van a főnökötök is, úgyhogy... Nem tudom, mert még senkinek nem mozdul a feje, az a furcsa. Lehet kerülni egyáltalán? Ez a jó. Igen. Nem lehet. Nem. Valaki ugye azt mondja, hogy ki lehet kerülni, attól én megkérdezem, hogy hogy írod meg az automation scriptet. Mert hogyha kikerülöd, akkor nem lesz automation script, mert az automation script az oké, tök jó, automatán lefuttatja, de meg kell tanítani a folyamatra, tehát meg kell neki írni. Tehát hogy írod... De a scriptet egyszer írod meg. Oké, de a scriptet akkor is meg kell csinálnod, és ugye egyszer végig, akkor is manuálisan le kell tesztelned. Ez igaz. Jó, ebből ott a pont, de akkor se tudod elkerülni ugye a manuális tesztelés. És én például tényleg, hogy így az elején is mondtam, én nem szeretem elkerülni, mert hogyha jön tényleg bármilyen kérdés, főleg ugye mióta ugye test manager vagyok, furcsa módon mindig engem talál meg a biznisz.
hogy éppen ez nem működik, meg nem ott van, meg zöld lett az ikon, én feketét kértem, hogy nem feketét kért, magyarázd meg neki, és akkor vedd elő a requirement specification, minden ilyeneket, és hogyha nincsen előtted a script, nem látod a hülyén mondva a lelki szemeiddel, akkor nem tudod neki megmagyarázni a hülyeséget mondani. És így tényleg én azért szeretem a manuális tesztet, hogy csináljuk végig, toljuk végig, tudom, hogy formaszeres, de hogyha nem csináljuk meg, akkor sokkal több időt fektetünk ugye mi abba bele, amire kinyomozzuk a biznisznek a hiba jelentését. Tehát nem fogjuk érteni, hogy miről szól. Jó van, például nekem volt egy ilyen, bocsi, hogy néha így anekdotázok. Én informatikus vagyok rendesen is, úgyhogy nem csak ilyen, hogyha mondjam, hogy úgy csöppentem a tesztelés világába, hogy nem állt is, mert én tényleg informatikus vagyok. Tehát én hülye vagyok a mindenhez, ami matek. Én tényleg sík hülye vagyok hozzá. És vizernél voltam, és akkor ott a könyvelő jelezett nekem egy hibát, hogy A oldalról átrakott valamit a B oldalról, és B-ről visszarakta az ára, és nem volt hogy nem volt tök jó, hogy van. És hogy nem értettem, hogy az ára miért nem rakta vissza ugyanazt, amikor ugyanazt visszarakja, akkor az ugyanaz. Úgyhogy én itt néztem rá, mint Bori az új kapura, és aki felvilágosított, hogy könyvelés szempontjában ez valami, hogy volt, ami tartozás követel, vagy valami ilyesmi volt, nem tudom, mire azt elmagyarázta. Addig egyszerű volt, hogy megnéztem, hogy mi volt a specifikáció, hogy IT-s nyelven, hogy mit kért a biznisz. Úgyhogy ezt itt csak így zárójelesen, hogy azért jó, hogy egy végén nyomjuk maga legalább megértjük azt, hogy mit is szeretnének. Viszont ugye, amit így az előnyök között is láttok, hogy nem szükséges volt, hogy a programozási ismeret. És ez ugye azért is jó, mert mondjuk, hogyha téged érdekel a tesztelésnek a világa, hogy tényleg látod benne a szépséget, meg az, hogy mennyire jó, amikor így tényleg egy kopásból tudsz válaszolni, mert például engem a mai napig fölhívnak ki barátok, hogy fú, vizelre nem kell foglalkozni várni, és fejjel mondjuk, hogy hogyan kell, hogy tényleg bármit így el tudok nekik mondani, hogy hogyan kell beállítani a baggage-eket, meg hasonló. És az ilyenek ugye tök jó, de hát mondjuk nincsen programozás, affinitásot, hogy meg akarsz tanulni programot, meg bármi, és meg tudod ezt csinálni, és ebben is azért van a szép dolog. Oké, hogy agyon adminisztrálod magadat, meg minden, de tényleg, hogyha tesztelő vagy, akkor gondolj abba, hogy nem csak tesz, hiszen a főnököd is, nem is alá kell írni, úgyhogy talán az egy kicsit így hátra jó. Oké. Van még kérdés a, esetleg a manuális teszteléssel kapcsolatban? Nekem még lehet, hogy mindenféleképpen együtt jár ez a manuális tesztelés, meg az adminisztráció, tehát mert nincsenek olyan szoftverek, mert most például azért már van elektronikus aláírás, hogy nem hova kell. Az a rossz, hogy cég válogatja, mert általában ahol manuális tesztelés van, ott a cég általában olyan, hogy szereti azt, hogy a papíron ki van nyomtatva. Tehát, hogyha nincsen kinyomtatva a papír, akkor ugye nem úgy van megírva nekik ugye a szabályzat. Általában pont egy ilyen iratkezelési szabályzatok nem szokták engedni az elektronikus aláírásokat. És hogyha nincsen elektronikus aláírás, akkor ez nem jó, auditor nem fogadja el. És ugye még ezzel kapcsolatban így az is például még nagyon nagy szívás, hogy mondjuk megvannak a scriptek, megcsináltad, tök ügyes voltál, letoltad, átadtad a folyamat, vagy átadtad a teljeset, élesbe ment a fejlesztés, jön a biznisz egy hét múlva, jó, változtassuk meg az egész folyamatot, és akkor újraírni az egészet. És mondjuk kinyomtattál mondjuk nem tudom 500 oldalt, mert hogy mondjuk tényleg annyi volt az az adott fejlesztéshez hozzátartott a tesztkép, és akkor jó, akkor pár hét múlva megcsináld meg akkor újra. Hát mondjuk mi a nem papírpazardásnak a legjobb példája, mint ez. Úgyhogy, de itt tényleg az a rossz, hogy a vállalatokon múlik. Mert hogyha a vállalatnak van rá affinitása, tényleg az, hogy vegyünk egy olyan szoftvert, ami mondjuk nem Excel, és mondjuk elfogadja egy auditort, mert mondjuk egy Excel-t én sem fogadok el auditorként, mert ott lehet hazudni. De amint ott van mondjuk, hogy időbélyeggel lehet látni azt, hogy ki mikor tesztelt, és oda nyomta azt, hogy pipán. És például nekem volt olyan tesztelőm, aki mielőtt én kiadok egy tesztkript, tehát én lenyomom előtte. Tehát nem úgy adom ki a tesztelőmnek, hogy nem tudom, hogy éppen milyen feladatot adok ki. És kiadtam neki egy ilyen nagyon, egy combosabb feladatot, mert tényleg azért az végig kellett tolni. Ez pont ilyen volt, hogy nagyon sok bázisunk volt, nagyon sok payment, nagyon sok kombinációval kellett letolni. Tehát tudtam azt, hogy ez az egy folyamat az általában még nekem is egy ilyen 10 perc alatt ment le, pedig én fejből tudtam a teljes processzt. És akkor én néztem a tesztiteket, hogy akkor milyen eredmények voltak, ugye írtam össze a riportot, és akkor láttam, hogy pont ez az ominózus feladat, így a tesztelőm így letolt a 2 perc alatt. Néztem, hogy mondom, tök jó, ezért volt jó az időbélyeg, mert nekünk szerencsére volt olyan szoftverünk. Végén néztem az időbélyeget, és lehetett látni, hogy egy másodpercenként kattintottak. Olyat nem tudsz csinálni, hogy megnézed az adott processzert, és mellette csinálod, ami a feladat.
olyan nincsen, hogy akkor itt kettő között egy másodperc teljén, vagy két másodperc. Úgyhogy tényleg az ilyenre mondjuk figyeljetek, hogyha, hogyan mondjam, tudjátok végig a folyamatot, hogy mit kell nektek tesztelnetek, hiszen ti írtátok mondjuk a scriptet, akkor se csináljátok meg úgy, hogy úgy teszteltek, hogy egy perc alatt belúzzátok az egészet. Mert akkor mondjuk ugye ti se tudjátok saját magatokat így igazolni, hogy ténylegesen elvégeztétek a feladatot, lehet, hogy a vezetőtök se fog bennetek bízni, senki se jár jó vele. Mert most tényleg az, hogy az ember úgyis megcsinálja az a feladatot, csak tényleg inkább csinálni párhuzamosan, te se hibázol, nincs kevesebb ugye a hiba lehetőség benne. Egyéb esetleg manuális tesztelés? Nem, mondjuk én egy szervernél tök jól tudok úgy csinálni neked ilyen állandó hibáknak a manuális tesztelését. Benyomom a tűzjelzőjét, és akkor állandóan fogad nekem sipolni, és manuális tesztben én ezt végig toltam. Itt például arról volt, hogy a dolgozói ügyesen szolgálható egy gondolatban, hogy átrendezem a manuális tesztelésen, mindenki a tesztelésen összesen 2200 teszteseket kutattak kézzel. És édesítés után kiderült, hogy a címazonosító modulunk az 84%-ban képes lekülni az irányító számlának, az 16%-ban nem. Uh-huh. És ha nem volt sikeres a címazonosító modulban lévő irányító számok elkérése, akkor a felhasználó nem tudta egyáltalán a címet azonosítani, és azok a kezdő nem tudott ajánlatokat tekinni, nem tudott tovább nem csekolni. És amikor ez a hiba jelentkezett, akkor az üzlet mindig jelezte, hogy hát a hiba van. Uh-huh. És akkor leküldte a fejlesztőknek, és a fejlesztők általában visszaküldték a Scrum-i státusszal, mert ugye nem állandó jelentkező hibakat, és akkor volt egy ilyen igen, itt viszont ugye az a gond, hogy a fejlesztő nem tolhatta volna át, mert ennek unit teszten elő kellett volna jönnie. Még unit tesztnek, hogy a unit tesztet ugye zárjáson a fejlesztők részük, hogyha aki ugye nem ismerni, ugye leggyakrabban, és a fejlesztőknél ennek elő kellett volna jönnie. De most ugye a tesztelők az ilyeneket most esélytel, hogy ezt végig tolják, mert most ugye tényleg ugye annyi ilyen lehetőség van, de most a fejlesztő unit tesztem, mondjuk neki volt, hogy lenne mondjuk egy két soros kód, illetve két sor, megértem a kódot, kijött volna már kapásban legelején ez a hiba. És akkor nem lenne ez. Úgyhogy ezt a fejlesztőnek visszatolni, hogy csekkod egy unit tesztet. Én visszaszoktam, csak azért mondom. Oké, okay. Automata tesztelés. Ki ismeri, ki nem? Ki találkozott vele? Már az ilyen keresztül. Jó, ki nem találkozott vele? Oké, és jó. Az automata tesztelés az, olyan mondjam, két rétű is lehet. Ugye van az egyszerűbb réteg, amikor nincsen még ugye robot alattam, hanem csak tényleg az, hogy úgymond meglököd az alkalmazást, hogy el tudod indulni. De ugye az azt jelenti, hogy felparaméterezed azokkal az attribútumokkal, amikor így el tud indulni az alkalmazást. Ugye a másik fajtája, ugye, ahogy az a robotos lesz, majd egy kicsit később fogok beszélni. Most én az alapról beszélek, amikor a sima automata tesztelésről beszélünk. Az automata tesztelésnek, el is lépek a másikra, a nagyon nagy előnye az, hogy egy scriptet bármilyen szeret tudok futtatni, kivéve, hogy valaki szólatni akarsz, és mondjuk beírod azt, hogy mondjuk egy ezerest le tudja csak lefutatni az adott tesztscriptet, és kíváncsi vagy arra, hogy az ezer egyedéknek jön egy hiba. Mondjuk én szoktam éneket szórakozni, hogy jó van, megírva az én scriptem, és mondjuk beírom azt, hogy 20-szor lefuttatom, hogy akkor 21-nél jön a hiba, mert 21-nél nem egy hiba, valami szarul írtam meg, és akkor így elkezdem akkor nyomozni, hogy mit írtam meg rosszul a scriptembe. Ugye az ilyeneket azért jobb belerakni a automation test scriptbe, mivel hogy megpróbálod kiküszöbölni a benne lévő hibákat. És ha nem rossz bele olyan hibát, aminek tudod, hogy benne kell lennie, akkor nem fog előjönni. Éppen ezért ugye automation tesztelésnél, ugyanúgy, mint a manuálisnál, se csak manuálisnál business általában el szokta hagyni, nem szokták szeretni, de ugye a tesztelőket meg kell csinálni, a negatív árakat minden esetben végig kell tolni. Automationnél nem lehet kihagyni. Ott nincsen olyan opció. Mivel, hogyha már a vállalat költött arra, hogy megvegyenek egy automation tool-t, aminek ugye a licensz azért egy nem kevés pénzbe kerül, akkor már muszáj végrehajtani a negatív árakat. Főleg azért, mert általában én úgy tapasztaltam, a negatív árakból jönnek a biznisz bejelentések. Mert pont olyankor van az, hogy megvan az adott end-to-end folyamat, hogy ennek így kell lennie, így volt a requirementben, így kell csinálni, eszébe jutott a biznisz, tudja, hogy nem így csinálja, és ennek a hiba jelentése. Ha neked nincsenek teszteseteid, akkor nem tudod, hogy akkor éppen mit lehet minden.
Mert mondjuk tényleg az, hogy megvan szabva, hogy erre kell menni, ő elment arra, nem tudta mi jön, és mondjuk ott lehet, hogy pont egy erről jött be neki. És hogyha erről jön be, onnantól kezdve már ugye a tesztelőt is előveszik, a fejlesztőt is minden. Úgyhogy éppen ezért ugye az automation tesztnél, ugye ez muszáj. Az automata tesztelésnél, ami hátrány lehet, végülis ez is ügyesében, hogy effektív annyira nem hátrány, de a paraméterezés. A manuális tesztnél is ugye meg kell csinálni a paraméterezést, ugyanúgy el kell csinálni az automationnél is. Tehát az automationnél talán annyival mélyebb ugye a paraméterezés, hogy így meg kell csinálni annak a paraméterezését is, hogy maga az application elinduljon. Viszont ha úgymond nem adjátok meg neki a lökést, hogy ki tolja, mennyi már, akkor nem tud mi elindulni. Abba a paraméterezésben szokott ugye hát egy kis macera lenni, mivel hogy ugye nem mindegy, hogy mondjuk milyen böngész, nem mindegy, hogy hányos verziójuk. Hogyha mondjuk drága jó biznisz pont olyan, hogy ő kéri mondjuk nálunk hogyan volt, kérte Chrome-ra, kérte Opera-ra, nem tudom, hogy még ki használ, kérte Mozilla-ra, meg AI-ra. Ja, meg utána betolták az Edge-et is. És akkor ez azt jelenti, hogy mindegyikre meg kellett írnunk, és oké, hogy csak a lökés, a scriptet, nem hogy az automation scriptet, de az, hogy elinduljanak ugye magák az alkalmazások, ezeket mind meg kellett írni. Nézni kellett, hogy akkor a usereknek milyen verzió böngésző volt fel, mivel hogy mi voltunk az IT, ugye nekünk ugye előre voltak ugye a böngészőink, mivel hogy ugye náluk voltak ugye előre ugye feltelepítve, mi teszteltük ugye azokat is, hogy akkor az éppen ugye adott böngészőben volna bármilyen hiba. Ugye ezek is nálunk jönnek elő, és ugyanemiatt ugye nagyon sokszor kell ugye nekünk ezeket a paramétereket ugye figyelembe venni, és pont emiatt ugye update-elni kell, mert az automationnél nem elég az, hogy mondjuk lemódosítjuk a scriptet, itt viszont az előnye az, amit ott hátul ott mondtál, ugye ott a modulárisnál, hogyha itt egy helyen módosítod, össze vannak kötve ugye a share steppek, ez defaultból ugye lemódosítja lefele. Csak jól kell megcsinálni azt, hogy lefele módosítson. Viszont, hogyha meglököd a szoftvert, ott viszont kézzel kell neked módosítani. Ott nem tudod azt, hogy megcsinálni, hogy mondjuk nem tudom, upgrade-eltük az új Edge-et, ott nem tudod megcsinálni azt, hogy automatikusan módosuljon le, hanem oda neked kell belenyúlnod, hogy nem tudom, hányos új Edge-ünk van már a gépünkön. Úgyhogy azokat ugye muszáj. Ez picit lehet hátránynak is tekinteni, de annyira nem, mivel hogy ugye ez a mi érdekünk is. Annyi az egy, hogy muszáj minél több böngésző specifikus beállítást megcsinálni, hiszen például nekünk is van olyan bizniszen egy userünk, akinek az Istenén nem tudjuk megmagyarázni azt, hogy nem használja Windows XP-s gépet. Mert szerint az XP az a tökéletes, az összes többi fele szar. Tehát őnek el tudjátok képzelni, hogy hányos ilyen van rajta. És akkor az ő miatt, ami mai napig egy 8-ason még mindig tesztelnünk kell, mert hogy nem tudjuk, hogy most mi van a 8-ason, és most meg ugye a legjobb, hogy már se támogatás, semmi nincs, hogy a Microsoft-tól ugye ilyen 8-ra, úgyhogy így van a full szívás, amikor ilyen 8-as hiba van, és nem application hiba, mert ugye nem az alkalmazással kapcsolatos hiba, és akkor oldjuk meg, hogy fejlesztő nem javítja ki, mivel hogy ilyen 8-an ne használja a user, ilyen 8-at ilyen 8-tól meg nem akar más használni a user, úgyhogy tök jó. A tesztelésnek a szépség, amikor magyarázod meg a usernek, hogy egy kicsit állod. Igen? A negatív át, mondjuk most így egy például bookingot, amivel egyébként most felhozni egy példának, csinálnánk tudunk egy foglalást. Ugye az a pozitív várunk, hogy sikerült foglalkozni. A negatív várunk az, amikor direktbe tudjuk azt, hogy neki kívánnak kell lennie, rossz irányba kell elmenni, utasítsen, mert mondjuk enyém szarakárt, enne lejárt, tudom, hogy mondjuk olyan kártya a fizetek a blokkok, és mondjuk, mert nekünk ugye voltak direktbe ilyen kártyáink, hogy beállítottuk azt, hogy blokkot kártya, figyelmezteti a rendszer azt, hogy ez lopott kárt, hogy kijönnek le azok a hibák, amit ilyenkor kell, vagy mondjuk a payment az sikeres lett, hétfőtől mondjuk sikeres, akkor utána jön mondjuk valamilyen riasztás, mert mondjuk vannak ilyen beállítások is, hogy mondjuk bizonyos kártyákat el kell fogadnunk, lefut alatt egy ilyen paymentes processz, és utána jön ki, hogy vissza kell dobni, és akkor utána lesz a zárolás, meg minden hasonló. És hogy ezek az ilyen negatív dolgok, amikor nem a happy van, hanem aki megnézzük, hogy mi történik akkor, amikor ténylegesen rossznak kell lennie. Szívesen. Valakinek itt kérdés még az automation-nál? Nem, én mondom tovább, csak így hát, hogy valakinek így beugrott valami. Oké. Ami hátránynak tekinthető, szerencsére most már egyre kevésbé, úgyhogy most így hezitáltam, hogy előnyhöz vagy hátrányhoz írjam be,
Mert egyre többen én úgy vészem észre, hogy nagyon szeretnek programozni, még akkor is, amikor csak így hobbiból így elkezdenek egy-két ilyen kódot megírni, de látják benne például a szépséget, hogy milyen jó is ugye programozni. De emiatt ugye hátrányan kicsit ugye az automata tesztelés, és sokan ugye ezért nem tudnak ugye egy szinte feljebb lépni ugye a manuális tesztelőbe, automata tesztelőhöz, a tesztelőnek, hiszen itt ugye muszáj megtanulni azt, hogy hogyan kell scriptet írni. És itt, hogyha mondjuk nem tudjátok a különbséget, ugye a test script maga ugye az csak a teszteseknek a leírása. Viszont ugye az automata tesztelésnél a test script az azt jelenti, hogy már ténylegesen szó szerint fel van ruházó paraméterekkel. Tehát őnek ugye meg kell tanítani azt, hogy mondjuk nem csak elég az, hogy nyomjon meg az escape gombot, hanem az, hogy hol van az escape gomb, hogy hol kell neki ezt keresnie. És ezeket ugye neki mindegyiket meg kell tanulnia. Előnynek ugye lehet neki mondani azt, hogy mivel hogy bármennyiszer le tudod futtatni, ezért háttérben is ugye tudna ő futni. Nincsen egy olyan paraméter beállítva, hogy mondjuk nem futhatsz párhuzamosan bármennyi tesztet, annyit futhatsz, amennyit akarsz, vagy amennyi éppen be van állítva paraméterben, hogy mennyi szabad futnia. Futtathatod háttérben, különböző projektek futhatnak egymás mellett, mennyit a tesztkritéig futhatnak egymás mellett, sokkal gyorsabb vagy. Ezáltal valamilyen szinten költséghatékonyabb, úgy a biznisz oldalról, mert az azt jelenti, hogy hamarabb véget ér egy tesztelési periódus. Viszont ugye szoftver oldalról, mert ugye amennyire ugye kerül egy automation tool, ott egy kicsit költségesebb vagy, de én mindig úgy szoktam mondani, hogy ki kell szállnod, hogy éppen hány projekt van egy adott vállalatnál. Általában egy ilyen fél-egy év alatt mindig megtérül. Mert oké, hogy nagyon combos ugye a licensze, de attól függ, hogy abból is hányat veszem, hogy tényleg csak mondjuk egy licensz van véve annak, aki írja a scripteket, és a futtatásra meg bármennyi, akkor ugye tök jó lehet így zsonglőrködni vele, hogy mégis akkor mennyi legyen az, amennyit ugye így fizet ugye a vállalat utána. De pont emiatt van az, hogy ugye olcsóbbak is tudunk lenni, hiszen ugye egy projektköltség azért az nem mindegy, hogy mondjuk 5 millió forint a teszteléses rész, hanem mondjuk lehetőleg tudjuk csökkenteni, hogy ugye 3 millió forint, csak számokat mondom, 3 millió forintra mondjuk egy automation toolnak köszönhetően. És ugye ezt kell ugye mindig mérlegelni, és például ezt a vezetőknek is ugye lehet mondani, mert ami általában én is így előterjesztettem még annó a munkahelyemben, hogy szeretnék automation tool-t, és akkor mondtam, hogy ennyibe kerül a tool, meg ennyibe kerül a licensz, meg a supportja, akkor mindegyik meg defaultba az ott a válasz, hogy nem. És akkor én már így sokadik teig megtanultam, hogy úgy kell vezetőhöz oda menni, hogy vittem ilyen szép kis diagramokat. Nekem apukám számviteli közgazdász, úgyhogy segített nekem ilyen gazdasági videókat csinálni, hogy akkor mennyi idő alatt térül meg, hasonló, azt szeretik a főnökök, és akkor azt így mutattam nekik, és akik tökörültek, hogy ők így értették, hogy akkor mennyi idő alatt térül meg. Én megkaptam, és hát a csapatom megkapott egy automation tool-t. Amit így úgy kell számolni, hogyha lesz a vállalatnál egy automation tool, az nem úgy van, hogy holnap már használjátok a projektben. Én általában úgy szoktam mondani, hogy bő egy év, attól függ, hogy milyen alkalmazásról van szó. Mert mondjuk, amikor csak ilyen büfé alkalmazásról beszélünk, aminek mondjuk van egy menüje, meg egyetlen egy folyamatot, amit végig kell tolni, az oké, azt egy hónap alatt megcsináljátok. De ami mondjuk egy ilyen combosabb, mondjuk nem tudom, mondjuk egy maintenance-es rendszer, vagy bármi, ami tényleg a pénymentes, azt biztos nem csinálja meg az ember egy hónapon belül, hogy használható legyen az összes script, meg minden ilyesmi. Úgyhogy általában egy évet szoktam én mindig mondani, hogy nulláról felépíteni, és onnantól kezdve pedig amennyit a csövön kifér. Amíg megírod a scripteket, amíg felparaméterezel, mert ugye az, hogy mondjuk megírsz egy scriptet kézzel, az mondjuk lehet, hogy meg 5 perc alatt. De mondjuk ugye ennek meg kell írnod a scriptet, meg kell tanítanod, fel kell paraméterezned, meg kell csinálod azt a paraméterezést, hogy ugye az alkalmazás szerint tudja, és ugye azért az egy mozgással megkezd, hogy a programozni kell, és már nem is olyan kezdődik is. Tehát ugye végezel a szabadul a tesztelés és feladatot is. Mert hogyha mondjuk kizárólagosan valaki csak azzal foglalkozik, hogy egy automation tool állítson be, csinálja a scripteket, de ne teszteld, csak csinálja a scripteket, akkor az tényleg a hamar megvan. De általában én úgy tapasztaltam, hogy nincsen belőle, aki adna dedikáltan egy olyan ember, akinek jó, semmi feladatos más nincsen, nem kell se tesztelni, semmi a más részlenek, hanem csak csinálja ezt a túlnak az a paraméterezését, olyan szerintem nincsen. És én azért szoktam mindig így azt mondani a vezetőknek is, hogy ez a fél egy év, attól függ, hogy milyen alkalmazásról beszélünk. Mert tényleg, hogyha ilyen büfi alkalmazás, akkor ez egy hónap alatt meg csinálni. Szívesen. Valakinek esetleg? Igen, grafikus user interfésznek az automata tesztelés, az mennyire kérdezhető? Hát,
Itt is azt mondom, attól függ, hogy milyen a user, mert hogyha mondjuk tudod, hogy olyan a user, aki szeret, mert például nekünk volt olyan, hogy így szeretné váltogatni a színeket, az elhelyezkedéseket, minden másról pakolgatott, mert hogy csináltunk ugye ilyen AB tesztelést, és akkor az jött vissza, hogy ja, hát ha megrendelő azt jobban választotta volna ezt a baggage-et, hogyha nem jobb oldalt van, hanem bal középen, meg hasonló, ő nála nem csináltuk. De hogyha mondjuk olyan volt, aki mondjuk tényleg csak belső használatra használtad, tehát te, mint user használtad, ott viszont érdemes csinálni, mert azért saját magad, de nem cseszel ki, hogy így havonta csinálsz ilyen plusz dolgokat, hogy jaj, de cuki ez a smiley, akkor cseréljük ki, meg kiskutyusos kép legyen, meg ilyesmi, az nem. De a biznisz oldalról ritkán szoktunk ilyeneket csinálni. Főleg ott, ahol AB tesztelés is van. Nem tudom, AB tesztelést azt így mennyire ismeritek. Nem bólogattak. Ugye az AB tesztelés ugye az az, hogy megnézitek, hogy mondjuk van két opció, hogy mondjuk így néz egy ilyen sima alapfelület. Várj, a legjobb példa. Így néz ki ez az AB tesztelés, így néz most ki, megnézem, hogy kinek mennyire tetszik ez az adott díja. Fölmérem, hogy mondjuk hát mondjuk 50%-án tetszett, 20%-án tartózkodott, hogy nem mondtam semmi vélemény, ez az ilyen volt vele, marad épp pedig azt mondom, hogy hát ez szar. Jó, a BO, a B-teszt, ugye az AB-tesztnek ugye másik oldal, amikor jönnek egy cserélek képeket, más lesz a szín, más lesz a betűtípus, minden, és akkor ott is megnézem azt, hogy kinek mennyire jön be. És ilyenkor szoktuk összehasonlítani azt, hogy hány százaléka volt ugye a pozitív, hány százaléka negatív, hány százaléka tartózkodó, és amelyiknél ugye magasabb, azt fogjuk ugye lefejleszteni, és mind a kettőre fejleszteni, de ugye azt fogjuk élesre tenni, és kipublikálni ugye a full összes elérhető szájtunkon. Ez csak egy ilyen zárójelesen. AB tesztelés, automata teszteléssel kapcsolatban kérdés. Bocsánat, hogy hadarok, csak hát ugye ez annyira nagy téma, úgyhogy így muszáj csak így gyorsan mennem. Az az, hogy itt is alkalmazás függő, mert mondjuk van olyan, ami Pythonos, van olyan, ami SQL-es, van olyan, ami C-ben van. Úgyhogy attól függ, hogy milyen szoftvert vesz meg az ember. Mert például a legelterjedtebb az SQL-es, az a legelterjedtebb, de mostanában például egyre több Pythonos jön be, de hogyha meg már Python, akkor meg már legyen alatt egy robot is, hogyha már ráköltök egy Pythonra. Meg aki már mondjuk tud Pythonba programozni, akkor az már legyen egy robotja is, mert akkor hadd játszon egy picit. Úgyhogy nem tudom, melyik hogy volt az semennyire, mert általában aki automata tesztelő, az ért ahhoz, hogy hogyan néz ki egy adatbázis. Tudja lekérdezéseket megcsinálni, tudja, ismeri a táblákat is, és hogyha van tábla ismeretei, akkor ő a fejlesztő nélkül ugye meg tudja írni ugye ezeket az SQL scripteket. Mert például nálam is ugyanaz volt, annyi a szerverhez kell jogosultságot kérni, bemegy ide az adatbázisba, megtanulja, hogy melyik tábla hogyan van, megnéz ugye egy-két ilyen tárolt eljárás, és bele tud ő is nyúlni, anélkül, hogy mondjuk ő magával a kódban. A kódhoz ugye nem szoktak ugye jogosultságot adni, de azt, hogy mondjuk adatbázisban ilyen scripteket írni, ahhoz simán csont nélkül, és onnantól kezdve már megy az autonomus része is. Nem kell olyan szinten megismerni, hogy azt mondja a forráshoz, hogy nem kell a vinkódban. Igen. Én ugye úgy szoktam mondani, hogy a tesztelő annyira ismeri meg az alkalmazásnak a kódját, amennyire nekem tesztelőnek van szüksége. Az, hogyha ő szeretne kicsit mélyebben megismerkedni vele, nem mondjuk kacsingat a programozásnak az irányába, nyugodtan, csak mondjuk azt egyeztesse a fejlesztővel. És én például az embereimnek nem szoktam engedni azt, hogy legyen nekik olyan jogosultságuk, mert utána, hogyha bármi ne adj Isten gond lenne, ne az én tesztelőmet vegyék elő, hogyha mondjuk valaki félrevett valamit, hanem olyankor tényleg az a fejlesztővel együtt nézze neki mélyebben így bele a dolgokba. Viszont ami még plusz, vagy hozzájön, az automata scripteknél a unit tesztet nem írhatjátok meg ti. Aki tesztelő, az nem írhatja meg. Én ezt így meg szoktam tiltani az enyémeimnek, mert az a fejlesztő dolga. A fejlesztőnél jobban senki nem ismeri a kódot, azt nem tudja senki sem elmagyarázni, hogy ezt más jobban ismeri, ezért a unit tesztet ő írja meg. És ilyenkor szoktak ugye blitzelni, hogy akkor jön az, hogy megcsináltam a unit tesztet és nincsen benne hiba, tök jó, ráeresztem ugye a tesztelőimet, és a legalap hibák előjönnek. Tehát, hogyha egy fejlesztő végigtolta volna a unit tesztet, akkor nem jött el volna ki ez a hiba. Jó? Úgyhogy csak ez tényleg megint egy ilyen zárójel, és ugyanaz a unit teszteket is lehet automatizálni. Tehát ez megint ugye néha csak egy ilyen fejlesztő is szokott lenni, nem is kell teszteni,
Vagy a leggyakoribb, amit én szoktam kapni, hogy én fejlesztő vagyok, nem tesztelő. Mert kicsit mindig lenéznek minket, én legalábbis én úgy szoktam néha így érezni, hogy én lejjebb vagyok, meg van a fejlesztő. Ha tényleg valaki így apránként akarja, ugye én mindig azt mondom, hogy Microsoft. A Microsoft adnak a Test Manager-ét, azon belül meg kell venni a lapszentelnek a licenszét, mert akkor csak simán a Microsoft Test Manager a megvében, az csak van várni, de ha megadja hozzá a lapszentet, mert a licenszem, ugye azon belül van, akkor viszont már elektronálisan is csinálják. De ezt majd a végén megmondom, hogyha szükséges még egyszer. Valakinek még kérdés az automationnál? Na. Oké. Na ez a kedvencem. Ezt szerencsére a PVC csinálta, úgyhogy nem nekem kellett így nyomozni, meg így kiszámolni az ilyen dolgokat. Ami viszont az így szerintem eléggé szembe, hogy akkor most így melyik mégis a jó, hogy manuális vagy automata. És tényleg ugye a legtöbb vezetőinél mindig azt kaptam vissza, de akkor minek legyünk ugye tesztelő, hogyha már megjössz az automatikusok túlnak, akkor tök fölösleges, költséghatékonyak lennénk, kevesebb idő, minden megtérülne, milyen hosszú, meg bocsánat, mennyire jó lenne. Viszont azt tényleg elfelejtik, hogy a user, aki használja, az nem automatán tesztel. És ezért ugye őket nem tudják a vezetők úgy elhagyni, ugye ezek a tesztelőket, mert valakinek ugye végig kell akkor is tanulnia magára, és meg kell tanultani az automata teszteket, a robotokat, update-elni kell. Mert mondjuk egy automation scriptnek, én hogyha ránézek, hogy muszikán módosítsad a paramétereiket, nem tudom. És tényleg ugye a vezetőket ugye azzal lehet, hogy tényleg meggyőzni, hogy azzal, hogy van nekünk egy automation tool-unk, azzal nincsenek kivéve azzal, hogy nem kell nekünk tesztelőknek, igenis kell nekünk tesztelőknek. Igaz, hogy a számok azok tényleg szembeötlő, meg én is általán mindig az automation preferálom, de nem szeretem, hogy el van hagyva manuális. Nem tudom, kérdés ezzel kapcsolatban? Én csak néhányat raktam föl nektek, hogy milyen túlok is vannak, ugye, amiket így használnak. Tényleg az is sok van. Én a leggyakrabban használtakat raktam föl, illetve a legismertebbeket. Én ezekkel mindegyikre dolgoztam is, de még van 20 voltával is még ezen kívül. Én általában azt szoktam javasolni az ilyen túloknál, hogy legyen kívül álltok egy tender, hogy éppen milyen igényetek van, mivel akartok foglalkozni, milyen scripteket akartok csinálni, és 5 évre tervezetek minimum. Ne azt nézzétek, hogy most hogy álltok, hanem mondjuk, hogy milyen lehet. Mert mondjuk tényleg, hogyha tudjátok azt, hogy mondjuk terjeszkedni fogtok, tehát mondjuk nagyobb infrastruktúra lesz, akkor tudni, hogy nem lesz jó nektünk mondjuk a Microsoftnak a Task Manager-je, mert ahhoz jövőben már kicsi lesz, hogy mondjuk nagyon sok vállalatot, nagyon sok projektet elbírjon, és egy vállalatnak nagyon sok bázisát elbírjon. Ővel is meg lehet, de ahhoz már egy kicsit hogy mondjam, határérték, és ahhoz mondjam, lehet, hogy már nagyobb szoftver kellene venni, de hogyha kiírjátok a tendert, jönnek majd ugye a jó kis cégek, bemutatják az adott szoftvereket, és teszteljétek le a szoftvert. Jó-e lettek, kezdjetek játszani vele, nyomkodjátok össze-vissza, és én az ilyenre tényleg azt mondom, hogy úgy menjen az ember neki, mint aki semmit nem tud adat a szoftverről. Például egy zárójelesen voltam egy Zsira bemutatón, még jó régen, és így én tényleg én úgy szoktam oda menni, mint a hülye, és akkor nekiálltam nyomkodni, és akkor kipróbáltam, hogy mi van akkor, hogy én át tudom elérni az időbélyeget. Csengettem. És akkor szóltam a zsírás kollégának, hogy figyelj, ez normális, hogy én az időbélyeget az időpontját átírom, mert amúgy valamitól az nem biztos, hogy örül annak, hogy én belenyúlok az időbélyeget, vagy jól így futtatom a kezdet. Mondta, hogy hát ez így benne maradt ez a hülye. És de mondjuk az ilyenek miatt ugye tök jó, hogy kipróbálod ugye az adott szoftvert, mert mondjuk tudod, hogy mondjuk van benne egy bár, akkor mondjuk addig nem veszed meg azt a szoftvert, amit kinyújtják, mert mondjuk az auditor az nem biztos, hogy örül neki.
Úgyhogy, de mindenféleképpen teszteljétek le azt a szoftvert is, amit a vállalatok akarna venni. Nem tudom, ezek közül valaki ismer valamelyiket, vagy kérdés van valamelyik túllal kapcsolatban, hogy melyik mire használható. Az Excel például ugye van egy speciális a Solution Manager, tök jó, meg minden, ugye ez a vastag kliens is Excel-re vonatkozik. Az SAP Success Factor, nem tudom mennyire ismeritek, ugye ez a cloudos rendszer, arra nem muszáj a Solution Manager-t használni, nyilván lehet azt is, hogy ez könnyebben beparaméterezhető, de én például Microsoft Task Manager-be írtam ki ugye az a dolgokat. Ugye ott is meg kell majd nézni, hogy mondjuk nekünk mi van, cloudos rendszer, földi rendszer, nem mindegy, ugye ott se, vagy mondjuk amikor SharePoint-ot tesztelünk, ott sem mindegy, hogy mondjuk cloudunk van, vagy on-premise, úgyhogy ott is ugye meg kell nézni. Ugye a show apuival tesztelünk ugye interfészeket, de mondjuk, hogyha ti nem csak interfész tesztelésre foglalkoztok, hanem ugye tényleg egy ilyen generál mindennel, akkor mondjuk nem biztos, hogy érdemes belefetszönni még egy show apuival is, mert mondjuk akkor minek vagyunk meg három, a két túlt, hát ugye itt is ugye végül kell ugye gondolni a mindenkinek, hogy éppen mire van szüksége. Még egyszer? Hát én az izét szerettem, a Microsoft Task Manager-t, az volt a legegyszerűbb. Most tök könnyen összehozható, hogy az SQL bodyba vannak, könnyű a szakportjuk is, hogyha az egyiknél gond van, vagy a másiknál, akkor tök hamar lehetett ugye a két céget összeugrasztani, és akkor hamar kijavították a hibát, sokkal könnyebb a paraméterezés. Nyilván a többivel is meg lehet csinálni, mert nincsen egyiknek olyan specifikus, ahol mondjuk mással nem lehet összekötni, de abban én úgy tapasztaltam, hogy abban volt a legegyszerűbb. Az eszközökkel kapcsolatban annyit még érdemes így figyelembe venni, hogy akarunk-e open source-ot. Mert nagyon sok vezető olyan, hogy vegyünk meg open source-ot, mert hogy ez olcsó, mert hogy ez tök jó. És amivel nincsen semmi gond, csak hogy open source-on van, akkor figyeljünk el arra, milyen scripteket írunk. Tehát, hogyha olyan scripteket írunk, amit mondjuk nem biztos, hogy jó, hogyha egy harmadik fél is megtud, akkor mondjuk nem egy open source-os program. Vagy pedig, hogyha van egy open source-os programunk, akkor viszont kell egy belső test manager rendszerünk, hiszen amíg nem akarunk, hogy tudja egy harmadik fél, akkor nem magát kell lennie, vállalaton belül. Úgyhogy ott tényleg ott nagyon mérlegelni kell, egyre több open source-os Test Manager program is van, de ott tényleg nagyon gondolkodni kell azon, hogy most megéri-e nekünk belefetszölni. Én nem szeretem, mert két helyen kell dolgozni. Én amennyire cloudos pácsi vagyok, a test scripteknél nem szeretem, mert tényleg ott GDPR is, most ugye egyre több megkötés van. Nem kéne egy-két előgyel, hogy mondjam, egy harmadik félnek tudni az üzletnek a belső folyamatait, mondjuk egy könyvelés technikánál, vagy bármi és minél, vagy mondjuk a gyógyszergyártásnál, hogy hát végképp nem látottostak. Az FDA az meg sem gyermező open source-os dolga dolgozzon, de ott tényleg ott nagyon végig kell gondolni, hogy megéri nekünk a belefetszett időt. Mert hogyha már open source, akkor ugye jó, hogyha megjön a belső részen, és ott is legyen gond, mert nem ismered amit az open source-os, kétszer kellene dolgozni. De nyilván, aki azzal akar dolgozni, az sincs semmi gond, csak az ilyet figyelembe kell venni, hogy bárki hozzáférhet az ő tesztkütjeihez. Hát, a jobb oldali az ilyen kis poén, én elég gyakran megkapom azt, hogy én trollkodni szoktam, hogy a tesztelők ugye mi általában azok vagyunk, mert mi vagyunk a kötözködőek, mert hogy nekünk soha semmi nem jó, mert hogy mi csak azért vagyunk, hogy kötözködjünk és veszekedjünk a fejlesztőkkel, ez ilyen kis cuki. És akkor én nekik szoktam hogy ilyet mondani, ez a Super Hyper Giga meg a Certified Ninja Guru Testing Troll, mi vagyunk ezek. De mindegy, ez csak egy ilyen kis poén, de lényegében akik tesztelnek, ugye általában ezek szoktak lenni. Nemrég ugye bővült ugye az engineer-ösökkel, ugye itt a junior automata tesztelési mérnök, mindig felejtem az ilyen job title-ökök. De hát ugye nagyon sokan vagyunk, és a tesztelő, illetve a manuális tesztelő között van egy alapkülönbség, aki azt szoktuk csak sima általános tesztelőt hívni, aki soha az életben semmit nem tesztelt, még manuálisan sem. Aki már mondjuk egy fél évet már tesztelt, ő már manuális tesztelő. Ez csak egy ilyen belsős dolog, csak hogy akkor nagyjából így tudjátok, hogy ki kicsoda. Ugye itt az ellenőrbíráló, itt az a rossz, hogy nem tudtam magyarul jól megfogalmazni, ez a reviewer.
Úgy szerintem, hogy jobban tudja így mindenki. Ugye a reviewer az az, aki nem tesztelte az adott tesztüket, de neki le kell ellenőrizni, hogy mondjuk annak milyen végkimenetele volt, hogy pozitív, negatív, jó lett-e, sikeres lett-e, nem elcsúsztunk-e, vagy bármi ilyesmi, hány hibánk lehet, vagy minden ilyesmi. És ugye a reviewer szokott ugye prezentálni, idézni, elesen, de test manager fele, kivéve amikor a kettő ugyanaz, mert például nálunk ugye mind a kettő én vagyok, úgyhogy én saját magammal nem szoktunk beszélgetni, néha. Úgyhogy igaz, vannak olyan pillanatok. De biztos, hogy találkoztatok reviewerre, csak magszak nincsen neki leírva, de ő szokott lenni az, aki jogokat hozzát, aki néha kötözködni, hogy ezt még egyszer teszted le, mert hogy annyira nem lett jó. Jó, mobil tesztelés. Na, itt már elérkeztünk a jövőhöz, de nem is biztos, hogy ezt különben jövőként kellene megfogni, szerintem. Hiszen ugye most már egyre többen, egyre gyakrabban foglalkoznak azzal, hogy szerencsére, hogy mobil alkalmazásokat létrehozni. Itt a mobil tesztelésnél nem arra kell gondolni, hogy mondjuk egy adott weboldalt mobilra optimalizálom, hanem mondjuk kizárólagosan csak a mobil application-okra. Jó? Amik ugye direktben ugye az adott alkalmazásnak, a mobilnak a változata. Nem tudom, valaki már foglalkozott mobil alkalmazás tesztelésével? Hú, szuper. Na de oké. Nektek nem fogok sok újat mondani. Jó, ez még annyira ugye nincsen elterjedve, főleg ugye nálunk. És sajnos én még saját bőrömet tapasztalom a jelenlegi vállalatomnál, ahol még nem vezették be, pedig én már fél éve is csalódnék, hogy meg kellene venni az adottól. Én már régóta foglalkozok vele, csak hát ott nem nagyon szeretik az ilyen, hogy kevés olyan szoftverünk van, aminek ugye van mobilos vonzata, nem minden ilyesmi, csak mondjuk én látom azt, hogy mondjuk a SuccessFactornak ugye van mobilos alkalmazásos oldala, a biznisze szereti használni a mobilt, tök jó, tök fasza, nem csinálják ugye a weboldalat, annak tök örülünk, csak az én teszteleimet meg végig kell nyomjuk kézzel, mert nincsen rá túlom. És én azért sajnálom szegény teszteleimet, amit így fogják, nem tudom, most hú, A8-as vagy nem tudom milyen telefonunk van, aztán van olyan, nem tudom. És akkor így kézzel kezdjük nyomkodni a 100-100-6-tónak az összes ágyátok, tesztelés, akkor látom, hogy mondjuk egy-két óra múlva már kb. Idegben van ott kapott, mert tökéletes ki van, hogy így nyomkodni a kicsi betűket, így újra, meg így, és szerintem az a full szívás kategória, csak hát muszáj letesztelni, mert ugye a biznisz meg használja. És hogyha már bevezettünk valamit, és kipublikáltuk a biznisz felé, ugye a tesztelőknek kell, ugye muszáj előttele tesztelni. Na, a kihívások ugye pont ezért is, ugye, ahogy így kb. Így el is kezdtem, hogy így mondani, hogy a mobil tesztelés ugye nagyon-nagyon sok rétű, nagyon sok mindent kell tesztelni, nagyon sok javaszt lehet nála, mondjuk például tényleg az, hogy hálózatkimaradás, próbálunk el, egyeztetnünk el, fel kell vennünk a kapcsolatot a szolgáltatókkal, ami ugye nagyon macerás szokott lenni. Én általában tésekkel szoktam felvenni a kapcsolatot, hogy jó, akkor legyen egy ilyen fél óra, amikor kicsit bűvöljük, mert éppen előre hálózat elérhető, hasonló, hogy éppen mit csinál az alkalmazás, hogyha benne vagyok a processben. Nagyon sok belefektetett idő kell hozzá, de megtérül tényleg, teljesen tök jó, mert hogyha már jön be egy adott hiba, vagy bármi eset tudjuk kezelni, át tudom adni a szápportnak, hogyha mondjuk ilyen hibát kapnak a bizniszt, a bejelentésnek, akkor ez a default válasz, mert hogy tudjuk, le tudjuk tesztelni, hogy ténylegesen ugye mi történik. Olyan szempontból még ugye nehéz lehet, hogy a szkripteket megírni. Mert ugye a scripteket itt ugye úgy tudod megírni, hogy először neked végig kell nyomnod az összes árkat ugye telefonon. És az is egy ilyen kicsit ilyen mocera lehet. Nem biztos, hogy van minden eszközöd. Mert mondjuk lehet, hogy én most Androidben nem nagyon vagyok képbe, mert én nekem iOS-en van, de hogy mondjuk Androidben nem tudom, 10-es volt a vége, nem tudom, és akkor mondjuk kijött mondjuk a 10.7-es Android, akkor, de mondjuk nincsen a telefonon, ami az van, de kellene akkor még egy device kellene hozzá, nem mondjuk van olyan biznisz, akinek már újabb Android van rajta, valamelyiknek végig kell, egy telefonon nem lehet két operáció, akkor már kellene két device, a vezető nem akar több device-t adni, akkor én is hogy tesztelem le. Ilyen szempontból ugye egy kicsit ilyen macerása. Nem tudom, ti hogy tapasztaltátok, aki így használta, vagy próbáltátok a mobil tesztelést, mennyire vált be, ha szeretitek. Igen? Az elején ugye muszáj hozzá. Igen, sajnos. Az, hogy ugye, hogy legyen neked az a fizikai alap, ott legyen az a device-od. Igen, a user step,
talán fizikai készülményeket csatlakoztak. Igen, de hogyha mondjuk, hogyha nem veszed meg ugye azt az adat attult, amivel ugye ezt le tudod teszni, majd a később mutatok egy attult, ugye, amihez ugye megvan, akkor viszont ugye muszáj neked ugye olyan device-oknak lenni, amikkel ugye ezt kézzel le tudod teszteni. Tehát, ha megvan hozzá túlod, akkor ott ugye fel tudod paraméterezni, hogy te milyen device-t akarsz, milyen oprendszer van rajta, hányas verziói oprendszer, milyen paraméterekkel rendelkezik az adott application, és akkor az ugyanúgy, mint egy automation, meg lehet tanítani, és akkor ezt a háttérből szépen szoktatja. De amikor mondjuk kézzel teszteled ugye mobilokat, ahhoz viszont meg nem tudja, hogy az ember megcsinálni. És például nekünk Pustafel most volt is egy ilyen gondunk, hogy fú, valamilyen, nem is tudom, Android 7-es volt aztán a vendégünknek a telefonján, és akkor ő szegény itt próbált mutatni a jegyét, és így nem tudtuk, hogy most így mit csinálj, mert nem is gondoltuk, hogy még van olyan telefon, ami Android 7-es van. Úgyhogy az a mi sarunk, ne, azt nem teszteltük le, ciki módon, pont így Pustafel. Úgyhogy, de az ilyeneknél ugye gáz, aki kézzel csinálja. És az valakinek, ja tényleg, ami az első kérdésem volt, valami tapasztalat mobil teszteléssel kapcsolatban, aki tesztelte, szereti, utálja, vagy nem tudom, szkeptikus? Jó, akkor én nem tartózkodok, oké, okay, mondom, én szeretem a magát a túlt, hogyha megveszi a vállalat, azt hozzáteszem. Ha nem veszi meg a vállalat, akkor annyira a vállalatot nem szeretem, mert én például imádom. Én egyetlen egy túlt most hoztam nektek, kicsit így megmutatni, hogy akkor ez miről is szól, de annyira így nagyon nem akarok belemenni, mert hogy én csak egyet hoztam, mert millió egy mobil alkalmazásos túl van, de nagyon jó, megkönnyíti az életeteket, meg tök jó vele játszani. Én úgy imádtam vele egy játszani, meg itt tényleg így, nem tudom, mint gyerek a cukorbólban, annyira jól játszani vele. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, aki nem akarok, vagy legalábbis hobbiból álljatok neki. Én annak, amikor elkezdtem ilyen mobil tesztelni, én hobbiból álltam neki, még így a vállalatnál nem is volt, meg nem is voltak olyan alkalmazásaink se, csak én tök jó volt, hogy pont megtaláltam ezt a túlt, amelyikben én beleszerelmesedtem. Utána elkezdtem ugye többi túlt így tesztelgetni, hogy melyik másik túl lenne még ennél is jobb, nem találtam még, de lehet, hogy más igen, akkor azt mondjátok meg, akkor azt letesztem, és akkor váltok a kedvenc túljaim közül. Úgyhogy, de tényleg játszatok vele, jó? Hogyha valaki még nem tesztelte a mobil alkalmazásokat. Milyen típusú teszteket lehet végezni mobil alkalmazások tesztelésére? Én a legjobbakat írtam föl, ami nem teljes, mert mondjuk például az end-to-endet azt nem írtam föl, de szerintem az önérdi volt, hogy tök hőséges felírnom. De tényleg ezeket általában muszáj letesztelni. Ami viszont egy picit nehéz, hogy ehhez is kellenek ugye ismeretek, mert mondjuk egy teljesítmény tesztelés, az, hogyha nincsenek olyan ismeretek, hogy nem kell egy performance-ot tesztelni, akkor nem tudunk bemenni, nem tudjuk, hogy nem kell integration tesztet lefuttatni, azt se tudjuk. Megszakításos teszthez oda ugye kellene ugye kontaktos, hogy imitáljuk azt, hogy nincsen tényleg hálózat, imitáljuk azt, hogy mondjuk így, ezt mégis azt nem imitáljuk, pont olyan, hogy készítünk kártya a telefonból, mitől félünk alkalmazása, szoktunk ilyeneket csinálni, vagy mondjuk az alkalmazásában telepítve a memóriakártyára, mert már memóriakártyára, és olyat mondjuk, hogy ezt nem tudom,
Tehát, hogy azért le kell teszteni, mert hogy a user azt csinálhat ilyet. És ezekben ugye pont az a jó, hogy kell tesztelni, de egy kicsit nehezebb is. És én erre azt szoktam mondani, hogy ez már egy kicsit a következő lépcsőt az automation-ben. Mert hogyha már valaki az automation-ben azt egész jól megismerte, hogy hogyan lehet mondjuk egy security tesztet lefolytatni, ami ugye szerintem azért az elég nehéz, meg szoros feladat, akkor már jöhet ugye a mobil tesztelés is. Kérdés esetleg? Most, biztos mindenkinek a fejét most megfogalmazott, hogy négy szoros a feladat a security test, csak nem lehet őket kérdezni. A security test az nem csak amiatt macerás, mert hogy ugye nézik el az adott országban vonatkozó jogszabályokat, hogy véletlenül nem hogy olyan dolog menjen két harmadik félnek, amit mondjuk jogszabálytilalomban, tehát ugye mindig attól függ, hogy azt az adott alkalmazást hány országban használják, adott jogszabályokat mindig meg kell nézni, ami már egy szempontból szívás. Nézni kell a belső security szolgáltatónkat is, egyeztetni kell a security-sunkkal is, illetve hát úgy megírni a scriptet, hogy mondjuk így security GDPR-nak minden szemszögből is megfeleljen. És akkor még utassuk el. Úgyhogy ott nem feltétlenül a lefuttatása a macerás, ugye a security tesznek, hanem az előtt a lépés a feladat. De szerintem biztos foglalkoztatok ezzel, úgyhogy nagyon kevés ugye, amikor ezt kihagyják. Mobil tesztelés túlok. Ebből is csak néhányat hoztam nektek, mert én pont módkori kezdtem el érni egy listát, hogy hány darab ilyen túl van. Múltkor aztán a 57-nél tartottam. Úgyhogy rendben van a piacon, aki ugye mobil teszteléssel foglalkozik. Érdemes ezt is ugye megnézni. Nekem majd úgyis a következő dia már elárulja. Nekem az én kis kedvencem a Bitbar. Mert a Bitbarnak olyan a user interface is, hogy az azért az cuki. Ott látod az összes telefon, én síkvia vagyok a telefon, akkor nem tudom, hogy különböztetnek különböző Samsungokat, mert szerintem nem a Samsung. De azt, hogy most éppen mert melyik Samsungos fogalmam nincs. Férjemnek is most Note, nem tudom milyen van. Azt sem biztos, hogy Note-ja van. Nem tudom, de a Bitbar meg azért, hogy meg kirakja a képet. És akkor ott van a kép, rányomod, tudod, hogy neked itt van ez a telefon az asztalodon, ezt vette meg a vállalat, ez a támogatott device-unk, tehát ezt kell nekünk leteszteni, ránézni, monitor, oké, kettőtől tudom azt, körül leteszteni. És akkor már ott mennettől kezdődhet a tesztelés, nem kell megnézni azt, hogy az itt van a telefonunk, kell szórakoznod. Jó, mert mások ért a telefonokhoz, annak tök mindegy, de én hülye vagyok hozzá. Itt van a kabitbár, megnézem, hogy el tudom-e indítani, mert hoztam nektek egy picike kis videót. Manóba. Pillanat. Hát a saját gépemben meg volt nyitva. Bocsánat, elfelejtettem megnyitni ezt a kis videót. Csak ezt meg érdemes megnézni. Addig nyugodtan kérdezzetek a mobil teszteléssel vagy bármivel kapcsolatban, mert tudok multitaskingolni. Mondjátok. Igen. Ja, igen, bocsánat, néha hadarok, hogy melyik része a nehéz? Hát, ugye a jogszabályoknak ugye az átnézése, ugye az adott országokra vonatkozó, ugye, hogyha csak Magyarországon használják azt az adott alkalmazást, akkor tök egyszerűen egy dolgot kell átnézni, meg a saját, és hát kettőt, mert ugye a saját vállalatoddal kapcsolatos dolgokat is ugye át kell nézni, de amikor már ugye ott van például nekünk, ott volt ugye nekem a vizer, hát azt úristen hány helyen használták. És ugye az azt jelenti, hogy mindegyik helyen ugye át kellett nézni az ilyen belsős dolgokat, hogy nehogy az legyen, hogy véletlenül az ő oldalukon olyat engedélyezünk mi, amit ők ott nem láthatnának. Ez például pont egy ilyen arab országokra vonatkozott, hogy ott ilyen brutál durva szabályozások vannak, hogy nem mindegy, hogy milyen képet rakunk ki reklámnak, de még csak a reklámnak is, az sem mindegy. Úgyhogy ott nagyon durva, hogy miket kellett átnézni. Még valakinek esetleg kérdés?
Akkor én ezt itt el is indítom. Good day, everybody. Welcome to our weekly demo session. The most popular frameworks, such as Appium, a lot of folks are moving towards the. Jó, ebbe én belelépkedek nektek. Úgyis, aki szeretné, majd elküldöm nektek a diát. Ugye abban benne van majd a link. Ezt érdemes szerintem megnézni. Egy tök ilyen kis introduction videó magáról az alkalmazásról, hogy hogyan lehet ezt használni, hogyan is néz ez ki, hogyan lehet a scriptet megírni, vagy bármi ilyesmi. Szerintem ilyen tök hasznos. A Mukikának egy kicsit fura a hangja, úgyhogy én hang nélkül szoktam megnézni. De akinek ingyen, úgyhogy nyugodtan nézzétek meg. De ez tényleg így annyira jó, mert csak lassú itt a net. Úgyhogy itt megmutatja nektek tényleg azt, hogy hogyan kell scriptet megírni, amit ugye ezzel kapcsolatban akartok lefuttatni. Megmutatja, hogy hogyan kell úgymond ilyen drop-down módszerre behúzogatni a különböző device-okat, hogy éppen mi akarod lefuttatni. Ez azért is jó ez a szoftver, mert mondjuk nem úgy van, hogy ha nekem van egy alkalmazásom, amit ugye használok Androidon, de ugye le kell tesztenem ugye iOS-on is, akkor nem úgy van, hogy először le kell tesztenem mindent Androidon, és akkor utána iOS, hanem egyszerre be tudsz húzni a két device-t is, és akkor 3-5-5, vagy tök mindegy mennyi, csak egyszerre futtatja ugyanazokat a scripteket a háttérben, ugyanúgy tök jó hozza ki a hibákat, hogy melyiknél milyen hiba van, tök jó segít nekünk, szinte tökre imádom. Úgyhogy ezt majd, aki szeretne ezzel foglalkozni, ezt nyugodtan nézzétek meg, mert hogyha kell segítség, vagy érdekelne valakit, nem is a maga ez a bitbar, hanem a mobiltesztelés, tényleg sikítsatok, tök szívesen mesélek róla, mert én annyira imádom. Úgyhogy nyugodtan kérdezzetek, akár most is. Hát itt sok a rizsanyag. Valakinek kérdés, hogy mehetünk tovább? Hallgatás, beleegyezés. Oké, és... Jaj, de jó, hogy ide visszaugrott. Na, milyen gyorsan pörögtünk. Majdnem lefagyasztottam. Jó. Na, akkor mobilteszteléssel kapcsolatban... Ez miért így néz ki? Bocsi, ez fogalmam nincs, hogy miért így néz ki. Mindegy. Azzal kapcsolatban valakinek kérdés? Jó, tök jó kérdés, érdemes a vállalatnál bevezetni a mobiltesztelést. Na, ez nagyon jó kérdés. Attól függ, hogy hány alkalmazásotok van, amit mobilra van készítve. Nem az, hogy mobilra optimalizálva, hanem mobilra készítették. Hogyha egy van, akkor tök fölösleges. Én általában az ilyen 3-4-nél szoktam mondani azt, hogy már érdemes, de 3-nál is akkor, hogyha mondjuk össze van egy ilyen SAP Success Factor. De ott már igaz az 1-nél is azt mondom, hogy inkább legyen, mert az olyan brutál, főleg, hogyha megveszik mind a 7 modulját, mert már az 1 moduljánál is brutál sokat kell tesztelni. És ott is ugye mérlegelni kell, hogy milyen alkalmazásról van szó, vagy bármi ilyesmi. Most például nekem van a telefonomon, pont most töltöttem le egy-két napja egy ilyen gyermekeknek ilyen készségfejlesztő szoftver, hogy milyen napi olyan készségfejlesztő gyakorlatot csináljunk egy újszülöttnek, amivel itt tök jól tud tanulni. És ami viszont annyira ilyen kis egyszerű alkalmazás, hogy arra például én nem csinálnám meg azt, hogy annak legyen egy ilyen mobilteszteléses oldala, hanem azt tényleg azt végig tolnám kézzel, mert az tényleg adja annyira egyszerű. De mondjuk tényleg, hogyha rárakjuk a bookingot, booking.com-ot, annak viszont már kellene. Mert az annyira ilyen sokágú, nagyon sok feleme lehet menni, nagyon sok buktatója lehet, úgyhogy ott inkább érdemes meggondolni. Oké. Na, mit hoz a jövő? Valakinek tipje, mit hozhat? A sérségesítő. Igen, az jó. És még? Állítani. Micsoda? Állítani. Igen. És? De az már inkább a jelenben van, nem? Azt már megkezdtük. Na? Ja, oké, végtől, úgy jó. Oké. Ó, közelítünk. És akkor abból kifolyólag mi lehet? Nekem a speciális, a nagyon kedvenc témaköröm, és sajnos még csak nemrég kezdtem el ezzel foglalkozni, de nekem a szívem csücske lett.
Így az önvezető autóból ki mire gondol? Mi hogyan lehet azt tesztelni, hogy mondjuk egy önvezető autót? Micsoda? Van olyan része is, ami például nekem így, mert én voltam ilyen bemutatom, és akkor én megkérdeztem, és akkor mutatták, és vagy mindjárt mesélj, hogy miért, hogy nem akarom lelőni a poént. Virtuális körzettel. Micsoda? Virtuális körzettel. Igen, de a Virtuplus azt már ugye most is már lehet, hogy a VR-ok miatt ugye tesztelni. És az már ugye megvan, de hogy miben lehet még a jövő, amire egyre több lesz így a világon. Micsoda? Kedvencem. Én most ide a robot framework-ot írtam csak föl, de ez annyira nem feltétlenül igaz hozzájuk, mert ugye a robot framework ugye csak annyi, hogy tényleg az, hogy van egy az adott automation toolunk alatt egy robot framework, de ténylegesen az, hogy a robotoknak a tesztelése. Ami tényleg szó szerint a robotok, amik mondjuk csinálják kocsikat, otthon a gyártósorokon, én hihetetlenül imádom, és tök tudok azokat tesztelni, és azoknál mind a kettőt ki tudod élvezni. Ki tudod élvezni az automationnek a szépségét, amikor a robotnak, a szoftverjének megírod a scriptjét, és azt leteszteled, hogy az jól működik-e. De le tudod teszteni magát a robotot is fizikálisan. Lehet, hogy én vagyok a beteg, de én mondjuk én szervertelmet is imádtam így leteszteni, amikor így beüzemeltük, és itt tök jó volt megnyomni a pirulgombot és szirénázni. Úgyhogy de a robotoknál az ugyanilyen jó, és van ott is egy olyan teszt, amikor így meg kell tanítanunk a szoftvert, hogy mondjuk fogja velünk kezet. És beparaméterező, tök jó, és kinyújtja ugye a robot a kezét, minden ott is ő ugye megcsinálja, felméri a távolságot, ott ugye nagyon-nagyon finomnak kell hangolni az ilyen paramétereket, úgyhogy én azért is imádom, mert tényleg én annyira gyönyörűen be lehet ugye állítani ezeket a paramétereket, de mondjuk te, mint felhasználó, te, mint user, így nem kezet nyújtasz neki, hanem mondjuk, hogy pacsit akarsz adni, vagy akár. És le kell ugye tesztened, hogy éppen mit csinál akkor a gép. De mondjuk például nekünk van egy olyan tesztünk, hogy föl van mérve, hogy ha te belerúgsz a gépbe, a robotba, akkor ő neki hátra kell mennie. Ez az elvárt eredmény. De ugye nekünk ki kell próbálnunk azt, hogy mondjuk ha belerúgok, és nem ez az elvárt eredmény, hogy hátra megy, akkor ő jönne hozzánk. És volt olyan, amikor fölökött minket, ez ilyen tök jó volt. De hogy például szerintem ez lesz ugye a legjobban, és hogyha megnézzük, ténylegesen ugye elfelé haladunk. És én most csak ugye egy példaképpen hoztam ide egy ilyen egy vállalatot, ugye a kukában nem tudom, hogy valaki azon kívül találkozott el, mint akit kiraktak ugye ház elé. Ugye van egy vállalat, ők ugye tényleg a kuka robotokat csinálják. És szerintem az a legkirályabb dolog a világon, amikor azokat itt tényleg tesztelheted. Nekem a nagy kedvencem az volt, amikor láttam egy ilyen videót arról, hogy Németországban van egy ilyen nagyon híres pingpongos, Istenem, nem teszem be a srácnak a neve, a világbajnok, és akkor ő pingpongozott egy kuka robottal. És akkor az elején nagyon úgy nézett ki, mert annyira jól beállították a srácok a robotot, hogy nagyon úgy nézett ki, hogy a robot az le fogja győzni az embert, hogy ügyesebb, technikásabb, nagyon jól be lehet paraméterezni, ki tudja számítani, hogy éppen merre fog menni az ember. Jó, ahhoz hozzá is kell az, hogy értsen az ember a pingpongot, én tudja, hogy tudnál jól beparaméterezni, nem tud pingpongozni, de majdnem úgy volt, hogy megnyeri. Oké, a végén ugye átfordult a kocka, mert ugye az ember azért azt tudja, hogy hogyan lehet csűrni, csavarni a labdát, és ugye meg tudta verni a robotot. De ennek ugye a tesztelése az hihetetlen jó, mert sok rétű. Itt nem úgy van, hogy mondjuk neked csak a magát a szoftvert kell tesztelni, ami ugye sokan ugye azt mondják a tesztelésnek, hogy jaj, hát tök unalmas, mert ülök a gép előtt, nyomkodom, mert például a férjem ő nem informatikus, ő szerint én nem csinálok egész, hogy nyomkodom a villancsot. És például ennél nem mondhatja ezt, mert hogy tényleg ugye ennél úgy van, hogy te neked fizikailag is le kell tesztelned. Én azért imádok üzemeltetésen dolgozni, mert tényleg amikor így, tavaly csináltunk egy új szervertermet, üzemeltünk be egy új dízelfazánt, hogy éppen azok a szerverünk hogy működnek, és nekem föl kellett mennem letesztelni a dízelt, jó, nem is adtam át a senkinek se, hogy más tesztelje le, de én fölmentem letesztelni, hogy van akkor, hogyha a dízelnek én adok egy hibakódot. Hogy akkor a szerver elindulok, besülnek el, szerencsére nem sültek be, mert nem biztos, hogy örültek volna a szerver és kollégák, ha besülnek a szervereink, de hogy ezért is jó ugye a robot, mert itt van mind a kettő. Megcsinálhatod azt, hogy a szoftverét tesztelek, viszont hogyha egy kicsit így játszani akarsz, vagy mókázni, akkor beállítod úgy a paramétereit, hogy akkor tesztelek fizikailag is. Nem tudom, hogy ki valaki tapasztalta, hogy játszott ilyennek, hogy hülye maga a játék. Játszott előre? És nem király? Na, bocsánat. Olyan nehéz.
Nagyon nehéz, a fény is van. Ugye ez, azért is mondtam azt, hogy ez inkább a jövő, mert ugye ez nem régén, hát VM-ban azt nem régén, hogy most kezdjük el egyre jobban elterjedni, de most már ugye egyre több vállalat is ugye vesz, hogy különböző, vagy csak robotkar, vagy mondjuk már egy teljes gyártósora, ugye robot, nem csak karokat vesznek, és ugye ez egyre jobban terjed el, és hogyha most szerintem, most van az a pont, hogy most valaki ezzel kapcsolatban elkezd tanulni, elkezd informálódni, vagy bármi ilyesmi, nagyon sokra tudja vinni, mert tényleg ebben lesz a jövő. Oké? Az a szerencsés, hogy amilyen robot kell, lehet mondani, hogy lehet mondani egy olyan robot tesztelését, ami az a kommunikációképes. Igen. Gyártósori robotnál most nem tudom, nincs is lenne, de ott is vannak ilyen tök jó dolgok, amikor itt imitálni kell azt, hogy mondjuk itt véletlenül akadjon el egy doboz, csak véletlenül, hogy mi történik olyankor a gyártósoron. De az ilyeneket is ugye így annyira izgalmasan lehet tesztelni, mert annyira itt jól így bele lehet lendülni, hogy én például az ilyeneket én utálom ki, vagy nem is adom ki soha. És az ilyeneken én mindig részt veszek, azt, hogy tesztelik ilyeneket, hogy ez tök mindig. Úgyhogy aki visszatér az előző gondolatmenetemre, tényleg, hogyha akartok így újdonságot így kipróbálni, most oké, mobiltesztelésről beszéltünk, viszont ugye a mobiltesztelés már egyre jobban elterjednek, hogy többen csinálják, mint minden, de hogyha egy kicsit ki akartok tűnni, kezdjetek el robottesztelésre foglalkozni, mert annyira az lesz a jövő, és a végén ugye tényleg az lesz, hogy olyan tesztelőket fognak keresni, ugye, aki robottesztelésre ért. Ugye annyi a hátrány, hogy a robottesztelésnél ugye tényleg az a legfelsőbb szín, ugye ott érteni kell a programozáshoz, hiszen ott ugye tényleg a paramétereket, a finom hangolásokat ugye úgy kell megcsinálni, hogy te értsed le ahhoz, hogy éppen amit ugye megérsz kódot, mert mondjuk, hogyha te ott véletlenül egy olyan kódot érsz meg, amivel mondjuk a robotnak nem az lesz az elvárt működés, hogy ő meghátrál, hanem ő teliben neked megy, akkor ott elég kemény személyiségülések lehetnek. Úgyhogy ez már tényleg ilyen nagyon felső szint, de ez érdemes, mert Magyarországon is, hogyha megnézitek, egyre több gyár vesz már robotokat, nagyon sokan ugye gépesítik ugye a dolgokat, egyre kevesebb helyre van ugye úgy berakva ember, hogy ténylegesen így csináljon a gyártósoron dolgokat, ne csak felügyeljen, és érdemes ugye elindulni ebben az irányban. Úgyhogy tényleg én csak egy javaslatként mondom, meg poén. A Kukának vannak nyílt napjaik, szerencsére vannak Magyarországon, úgyhogy én nekik nagyon örülök, úgyhogy hozzájuk lehet menni, van kétfajta, két típusú robotjuk, és akkor el lehet menni nézegetni, tök cuki. Hústefen is kint voltak, olyan jó voltak játszani, meg itt mentik körbe-körbe, tök jó volt. Kérdés valakinek a robottesztelésre kapcsolatban? Most jóval beszélhetünk a robot framework-ről is, de szerintem az ilyen egyszerűbb az, ugye az automation tesztelésnek egy kicsit ilyen komolyabb ága, amikor idézőjelesen olyan, mintha egy robot lenne alatta, tehát olyan, mintha egy személy tesztelni be az adott proceszt, így egyszerűen lefordítva, ugye az nem az a robot tesztelés, amikor fizikális vagy fizikai robotot teszteljük. Mire vagy kíváncsi, mit meséljünk? Ahogy én értem, akkor ezt úgy képzeljük el, hogy igazából egy virtuális robot felmutat. Ettől még nem biztos a robot. Na ugye, hogyha csak így automatikusan futtatja... Kérdészítem azzal, hogy nyilván most a segítségnyitőgéciával elláttam, tehát mondjuk, hogy azt az esetet látja el, hogy kétszer egyébként ugyanaz ügyetkozott miatt, tehát ezeket tudjuk például azonosítani. Igen. Igen, és ugye itt van az, hogy itt kell ugye nagyobb beállítani. Ugye ezért is van az, hogy ugye a robot framework-ot még annyira nem sokan használják. Én legalábbis úgy tapasztaltam, hogy nagyon kevés vállalat vette meg ugye azokat a túlokat, amik ugye ezeket csinálják. Akit én tudok Magyarországon, akiknek nagyon jó a robot framework-ot, azok a KPMG-sek. Tehát tényleg én velük itt találkoztam, meg próbáltam is, és nekik például tök jó, és ővelük lehet úgy is teszteltetni, hogy operációs rendszer, ami például nekem üzemeltetésen nagyon nagy segítség, amikor tényleg ilyen mini update-eket, a package-ektől elkezdett mindent tudunk ugye teszteni, és ahhoz mondja jó a robot framework, de hogy jó, tök jól tud ugye mindent azonosítani. És pont az. És a KPMG-ben miért nem tudom, hogy a
azt nem mondták meg, mert nem vettük meg őket, mert erre voltam, úgyhogy arra nem emlékszem. De ha gondolod, megnézem, és akkor majd utána átküldöm neked, mert tavaly teszteltük őket, hogy milyen volt nekik. Azóta utána sok lett, de tényleg ugye nagyon sok. Nem is tudom, hogy az előzőn én fölírtam-e. Nem, szerintem nem írtam föl. Nem, ehhez nem írtam föl példát, de majd lehet küldök akkor példát, hogy milyen jó robot framework-ös túlok vannak. Csak ott tényleg ott mérlegelni kell azt, hogy kell-e nekünk, nem kell nekünk, megéri-e, mert ugye tényleg a robot framework-ös túlok ugye nem az olcsó kategória. És hogyha nem feltétlenül kell nekünk ugye robot framework, akkor lehet, hogy elég nekünk a sima automation test tool is. Mert az automation test tool az majdnem ugyanaz, csak annyit tényleg nincsen mint ugye mesterséges intelligencia. Egyszerű fogalmazva, fogalmazunk így. Egyéb kérdés esetleg? Csak azért, mert én elérkeztem a diának a végéhez, úgyhogy most a szabad a gazda. Bárkinek bármi kérdése, akármiről, hogyan kell szkriptet jól megírni, vagy hogyan kell szkriptet úgy jól megírni, hogy másokat beszívassuk, hogyan lehet jobb bugfixeket tesztelni, ami például nagyon jó, vagy mondjuk csak manuális tesztekről, bármiről kérdezhettek nyugodtan. Ugye az a rossz, hogy ez nagyon nagy téma, kevés idő, és ugye a tesztelésnél most ugye ez csak az egyik ág, amíg ugye nem volt benne a kommunikáció, ugye, ami a legtöbb dolog, vagy mondjuk nincsen bent az, hogy hol vannak a tesztelők. De mondjuk a tesztelőknél ugye mondjuk nem csak a development oldalon vannak, hanem ugye vannak ugye az operatív oldalon is. Vannak ugye a supportosoknál, és ott is ugye mindenki más csinál. Más tesztel egy fejlesztési oldalon lévő tesztelő, más tesztel egy üzemeltetési oldalon lévő tesztelő. Úgyhogy nem tudom, bárkinek bármi kérdés? Az a rossz, hogy az auditorok mostanára már annyira így értenek az ilyen dolgokhoz, hogy megfelelhetek az auditorokat. És tudom, nincs arra, ahol ennyire kötődött az audit rendszer is valamit? Nem tudom. Az a rossz, hogy most már kisvállalatoknál is egyre többen van. Mert hogy mondjuk, hogy lehet, hogy mondjuk te kizárólagosan te cégét csak fejlesztéssel foglalkozunk, csak automatikus fejlesztéssel, de mondjuk ugye, aki megjött tőle, ő neki meg mondjuk már lehet, hogy kell, és bekérdezés. Például nekem volt is ezzel kapcsolatban egy problémám is, hogy az egyik vállalat fejlesztettek nekünk, nem csináltak meg unit teszteket, a projekt tényleg elkészült, köszön mindent megcsináltak, és nem vehettük át tőlük, mert nem voltak hajlandóak megcsinálni unit teszteket. És ők ezért indítottak át rendeket fejlesztettek. És én ezért gondolom, hogy ezt nem érdemes, mert hogy ha attól függ, hogy melyik oldalon vagy, nem érdemes célra is szórakozni, mert tényleg lehet, hogy mondjuk nálad nem elvárás, a másik nem elvárás, ki tudja, hogy nálad a vezetőségéből nem találja ki az audit rendszer, mert hogyha mondjuk már ISO 9001-es szabvány követő, akkor meg kötelező, hogy ott az audit rendszer működik, úgyhogy ott a unitot, tehát nem lesz sikerült. Mert a fejlesztő, én úgy szoktam mondani, hogy a fejlesztőzék biztosítsa belül is magát. Mert ugyanúgy, ahogy mi tesztelők bebiztosítjuk magunkat ugye a tesztkitjeinkkel, hogy igenis lefuttatjuk őket, a fejlesztő is csinálja meg, és akkor, hogyha ő bebizonyítja azt, hogy figyelj, itt vannak unit tesztek, én leteszteltem, akkor én békén hagyom. Mert akkor tényleg az, hogy ő ügyes volt, nem is az, hogy ügyes volt, hanem hogy tényleg az, hogy letesztelt és végig tolta a saját kódját. Úgyhogy ezt nem érdemes. Igen? És olyan programokat is tesztelnek külön tesztelők, amit mondjuk mesterség és intelligenciát használnak, hogy valami nevelés arra, milyen zárt dolog, és igazából csak Hát attól függ, hogy hogyan, mert ugye itt is ugye meg kell nézni, melyik ágon lesz. De elméletek különben ott is ugyanúgy kellene, csak nem biztos, hogy olyan mélységet tudod betesztelni. Mert mondjuk lehet, hogy az emlés részét, mondjuk, hogyha nincsen ahhoz úgy jogosultságot, hogy mondjuk azt a részét tesztelni, akkor ugye ezt nem tudod. De lehet, hogy neked nincs is már szükséget, hogy ezt tesztelje, de lehet, hogy mondjuk ő, amit ott emlékét megjött, tehát mondjuk egy attribútonként, akkor mondjuk neked ott a végéket kell tesztelni, úgyhogy ott is tudod megkevizsgálni, hogy éppen amit akarunk tesztelni. Tehát, hogy melyik oldalon mondjuk a tesztelői oldalon. Erről a mondatról jut eszembe, amit kitettél az etikus hekkel. Mi a véleményed erről a megfogalmazásról, a fogalomról? Van etikus hekkel? Ha meddig etikus? Én úgy szoktam mondani, hogy amíg jogszabályt nem sért. Mert most,
ha nem sértjük meg a jogszabályokat, akkor most miért ne próbáljuk ki azokat a negatív dolgokat? Például itt van a legjobb például a BKK-s alkalmazás. Én azt nem tartom fel neki, hogy ezt a srácot azt megbüntették. Mert inkább ott meg kellett volna köszönni, hogy megtalált egy ilyen hibát. Ez egy jogszabályos sem. Hol van az? Már egy hálózat szkennelés is egy jogszabály. De ő most effektíve egy olyat kipróbált, hogy ő most beírt egy összeget. Most nincsen egy ilyen jogszabályban, hogy mondjuk ha 9350 forintba kerül valami, hogy miért ne ide beír az 1 forintot? Igen, de ugye a jogszabály is ugye annyira ízi, hogy ennyire nem térnek ki benne. Hogy most így mennyire... Igen. Ott ugye nagyon az a határületé, de én akkor tartom azt felnek, hogy őt megbüntették. Amerikában például az ilyen ember fölbeszél, hogy akkor gyere hozzánk dolgozni. Én elfogadnám, hogy hozzánk kell menni. Én azt megköszönöm. De itt tényleg egy visszatérve szerintem, hogy tényleg én úgy mondom, hogy jogszabályt nem sért. Szerintem bocsánat, ő volt így először. Igen? Nekem így elmondom, hogy elosztott a alkalmazásokat, mennyire teszted, hogy mennyire tudtad, hogy mennyire teszted. Tehát volt kérső, és hogy bármilyen Azt úgy szoktuk általában csinálni, hogy imitáljuk. Mert attól függ, hogy mennyire tudunk ott is ugye menni az ilyen határértékeknél. Most például a legtöbben nálunk mondjuk egy kicsit elkanyarított feladat, mondjuk egy téma, mondjuk a virtuális szerverek, ugye azok vannak úgy, hogy ott azért egy kicsit nehezebb, de mondjuk, hogyha klasztereknél ott el tudunk ott ruházni, és úgy írjuk meg éppen a kódot, hogy mondjuk, hogy ott kiesés van, akkor menni lehet egy másikba, akkor azt ugye lehet teszteni, annyi, hogy az ilyeneknek az előkészülete busszal. Mert például mondjuk egy klaszter tesztelésnek is az előkészülete általában egy ilyen másfél hét szokott. Mi csináltuk ezt? Van rá példa? Van. Ilyen rekoverit is? Igen, például Richternél ilyet csinálunk rendszeresen. Zárójelesen azóta csinálnak, amióta eddig terné vagyok, úgyhogy. Előtte nem, úgyhogy az elején a fiúk nem nagyon szerettek, most már szeretnek olyan szempontból, hogy kevesebb a ticket, ami beérkezik hozzájuk, úgyhogy most már így megtérült így, ahogy mondjam, az utálat meg a hasonló, úgyhogy. De érdemes ilyenbe időt fetszelni, nagyon. Most például tényleg a klasztereknél és a szervereknél is nem mindegy, hogy hány alkalmazás áll le, nem mindegy, mennyi ideig kiesés, mennyi pénzt vesztünk. Az ilyet szerintem muszáj tesztelni. Én előtt tesztelnék egy ilyet, mint mondjuk egy toborzói rendszert. Tudom, hogy a HR-esek ezek utána, de hogyha mérlegelni kell, akkor inkább egy szervereseket, meg klasztereket tesztelek, mint egy HR modult. Igen? Ott ugye inkább az a macerásod, hogy ugye tényleg az, hogy szekulitus kollégámmal ugye nagyon mélyen egyébként kell dolgozni, hogy ő mit követel, milyen dolgokat megyenek meg, milyen dolgokat megyenek meg, mennyire nézetek meg különböző interfészeket, mennyire nézetek különben olyat, hogy mondjuk egy a user oldalit, hogy miket engedtek ki, milyen dokumentokat, milyen certifikáteket, hogy ilyesmi. A Nova Scriptnek a megírása kb. Ez a legegyszerű, hanem inkább mert ott az autonomous megvészés tudja egyszerű, mert a tervésen tudod azt, hogy mondjuk a vállalatnak milyen security policy van, az alapján kell neked ugye ezeket beparaméterezni. Hanem ott inkább tényleg az a nehéz, hogy ezeket a policy-kat átnézni, és akkor a policy alapján megvédni neked az autonomous megvészés. Hogy azoknak a policy-knak felelünk meg, hogy nehogy értem, hogy második csatorn, másik csatornán megnézni az adott request, ami mondjuk nem is mehet neki, mert mondjuk az út kell kimenni, ilyesmi, hogy inkább ott az a még valakinek is azért? Igen? Hát az igen, tudom. Bocsi. Mert az szerelőm is. Tehát, hogy maga az fél, az ugye a szerelőm, tehát
tápos rendszerek, sokkal könnyebben lehet projekteket is kezelni, egy helyen van minden, és egy utcában. És olcsóban kérdezni, hogy sem, hogyha oké, hogy az open source-tól, de mondjuk veszel hozzá backtracking rendszert, veszel hozzá a projektes rendszert. Csak bocsánat, csak én már végig mondtam, hogy csak jól válogottam. Nálunk minden open source-tól, tehát lehet már egy testing között. Hát most a hatalom fogom elállni, és valószínűleg azt mondjuk ezt. Tehát, hogy igen, ezt az is meg lehet tudni, hogy nyilván egy on-premise, tehát vagy, vagy ki nem adjuk semmit. Tehát, hogy nem, ugye mi még most indulunk, nem tartok ott, hogy kell licenszes dolgot venni. Tehát, hogy a zsidát nem lehet jó lenne, de ahhoz először mindenkinek kéne használni a katokat. Ha már lehet már egy, hogy érdemes legyen arról látni. Igen, ennek egy kikéges két is jó lenne, amikor a zsidát Igen, én nem mondom azt, hogy nem lehet, mert tényleg minden ember más. Én ott tapasztalom, hogy ha tényleg aki nem ismeri, ő nekik elkezdődik, hogy csak lehet. A Microsoftnak ugye magának annak olyan is a felület, hogy egy életes, mert nem ilyesmi, amit én tök egyszerű. Mindenki látok, Microsoft, tök könnyen tudok kezelni, tényleg be kell tegelni, ott is egy húzogatni kell, hogy nem ilyesmi. Nyilván a szerint nem is látom a szerás, meg jövőben is nincsen semmi van. Csak én úgy vettem észre, hogy tapasztaltam, hogy ilyen egyszerű szoftverek könnyen volna megtanítani ugye az embereket, akik ugye azt nem használtak. Ugye, de nyilván ahány ember ugye annyi alkalmazás, annyi program, nekem is vannak nyilván kedvenceim, mindenki másnak is vannak kedvenceim, de akinek van, hogy nem tudja jutni. Egyéb kérdés? Akkor én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy eljöttetek. Remélem úgy mentek haza, hogy azért egy picivel okosabbak lettetek, vagy jót hallottatok, érdekesen. Ha valaki szeretné a diát, vagy ilyesmi, akkor ott a kolléganőknek szerintem jelezzétek, és akkor ők majd elküldik nekem a e-mail címeket. Jó? És akkor megosztom veletek. Jó, köszönöm szépen. Sziasztok!